uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A legnagyobb sztároknak is kell a pihenés. Balázs, Feri és Jani most szabadságon vannak. De nem múlhat el reggel Morning Show nélkül. Ezért összeválogattuk a legjobb pillanatokat. Íme. Mikor vettétek észre először a saját gyereketeken, hogy elkezdett hasonlítani rátok, ha egyáltalán észrevettétek? Vagy mikor láttátok a saját feleségeteken, hogy hasonlít a saját anyjára? Arra akarok kiukadni, hogy szerintem... Azt nem is akarom látni, bocs mama. nagyon szeretem a mamát, de bocs. De arra akarok kiukadni, hogy egyszerűen két dolog van. Az ember vagy próbál menekülni attól, amilyenek a szülei voltak, és mégis rájössz, hogy egy idő után mindent ugyanúgy csinálsz, ugyanúgy beszélsz, és amikor felemeled a hangodat, akkor rájössz, hogy az anyád is ugyanezt mondta neked. Vagy rájössz a gyerekednél, hogy ugyanúgy csinál mindent, ahogy te csinálsz dolgokat, és egyszerűen nem tudod megszakítani ezt a sorozatot. Most nagyon sok ilyen jelet figyelgettem így az elmúlt egy-két hétben, és jöttem rá arra, hogy a Viki is nagyon sok mindent úgy csinál, mint az anyja, és ezzel az őrületbe kerget. A Benny is elkezd olyan dolgokat átvenni, akarva akaratlanul, de a dolog nagyon érdekes, hogy egy-egy tulajdonság, egy-egy mozdulat, egy-egy hangkordozás vagy mondat, mennyire hozott dolog, és te azt a hozott dolgot adod tovább. És ilyen láncban működnek a családok, és mindenki szépen, a nagymama, ugye gyerek, unoka, ugyanazt építi fel, ugyanazt csinálja, és ugyanolyan lesz. Ez egy marom érdekes dolog, de mégiscsak nyilván van azért ebben egyfajta tudatosság, hiszen családról van szó, de nagyon sok ilyen jel van. Jó dolgokat vettél észre, vagy rosszakat? Mert azért ez sem mindegy. Attól függ, hogy kinél. A Vikinél rosszakat? Tehát attól függ, hogy kit nézel, a saját gyerekedet nézel, és jössz rá, hogy ugyanolyan, mint te, és örülsz neki, hogy úristen, ezt is én csináltam, vagy a feleségednél jössz rá, hogy úristen, Jézus Mária ugyanolyan, mint az anyja. És akkor értetted a hanghordozást. Igen, mindent tudok, jó, adjuk. Engedjük, elnézzük csak a jót. Nem, de a Viki anyuka eredmániás, totálisan nagyon durva. Tehát, hogy ilyen elképesztő módon. Na most, ugye, hát nyilván együtt élsz a lányával, nem történik más, én nem tudom nálatok ez hogy megy. Nem tudom letenni, de én szeretem megtalálni azt a kabátot az előszobában reggel, amit én ugye letettem oda. Képzeld el, de még a fogasra is felkom, tehát most már azért így az elmúlt években egészen jól szocializált lettem. Elpakolja. Elpakolja azt a cipőt, amit szeretnék másnap felvenni, elpakolja. De rájöttem, és nem hibáztathatom azért. Ránézel a cipőt, és nem látja rajta, nem. Hogy másnap ezt szeretnék. Ilyenkor felvenni. Van egy ilyen nagyon messziről induló beszélgetés, hogy Viki, hogy hívják? Kedves 10 cipőm, nincs is összesen 10 cipőm. Hogy hívják ezt a helységet, ahol vagyunk? Előszoba. Mondom, na. Mi az előszoba funkciója? Hát messziről indítjátok. Nálunk ezek a beszélgetés, így indulunk. Mire való a fogas? A kabátok tárgyas. Miért kell elrakni a szekrénybe? Az történik, hogy hajnalban egy elemlámpa funkcióval botorkálok a szekrénybe, és próbálom az előző nap felvett kabátomat megtalálni, mert nem lóghat a fogasom. Nem lóghat a fogasom. Mert ő nem tudja, hogy tegyél. Miért nem lóghat egy kabát a fogasom? Mondjátok meg nekem, mit kódoltak azért? Át a nők agyába. Mert miért nem, van ez? Mert szép nem az a fogas, tudja. És nem látszik. Így van. És ez van, hogy négy üres fogas áll, és minden el van pakolva. Mutatos. Nagyon az a fogas. És rájöttem, hogy az anyja ilyen. Aha. Ami jó, mert átjön, és nálunk mindig rendet rak. Tehát ezt nagyon szeretem benne, hogy tök szép rend lesz. De nem lehet, hogy most is ő rakta a cipőket, meg a kabátot? De és inkább átjárogat, és rendet rak? De nyilván én is átvettem egy csomó mindent az én anyámtól. Nyilván... Ki van oda? Senki! És lehet valaki porszívozik a nagy szobám hajnak kettőkor. De hogy közben egy csomó jó dolgot is átvesz az ember, és akkor erre így rájössz, és azt mondta, hogy oké, nem tudom hibáztatni, mert valószínű, hogy ezt ő is otthonról hozta, mint egy ilyen tanult minta, amit az ő anyukája ültetett el, nem rendmániás volt, vagy nem tudom mi volt, érted? És hogy nyilván a gyerekekben is meg lesz ugyanez, amikor az első mozdulatot meglátod a gyerekednél, vagy a hanghordozást, vagy hogy ugyanolyan, mint te, nekem olyan felismeréseim vannak, és annyira jó. Na de várj, fordítsuk meg egy picit ezt a dolgot, tehát hogy nem lehet, hogy esetleg a te családodban volt valaki, aki hasonlóképpen messziről indította ezeket a számon kéréseket, tehát például a Viki nem ismerhette fel benned például anyukádat, amikor azt mondtad neki, hogy na, akkor beszélgessünk egy picit. Mire való az előszoba? Mire való a fogas?
hogy hova kell kezed most így, így van. Tehát hogy lehet, hogy ilyenkor meg anyukát köszön vissza egy az egybe ezzel a picit megmagyarázom a dolgoknak, hogy úgy is tudod, persze, de most akkor már tudod az első pillanatban, hogy mit akar kérdezni, de azért még végigcsinál veled egy ilyen nagyon kellemetlen, nagyon kényszerű, hosszú, unalmas játékot. De az én beszélgetésem, az én kérdésem azok nem kioktató jellegűek, csak szeretném meggyőzni a feleségemet arról, hogy én értem, hogy a nő és a férfi gondolkodásában nagyon-nagyon nagy különbség van, de higgy el, hogy van valami a férfi gondolkodásban, hogyha odarakod azt az előszobába és fölakasztod rendesen, üzemszerűen azt a kabátot, azt nem kell reggelre elpakolni a fogasról. De valószínűleg a fogas élvezi, hogy a rendeltetett sorsát ő bejárhatja, és lóg rajta egy kabát. Miért hagyjuk a fogasokat ott szenvedni egyedül? Nincs egy olyan élménye, hogy tavaly előtt ősszel fölrakta egy kabátot, és még két év után is ott lógott a kabát? Tessék? Tessék. Kinek van még cipője? Kérdezi ezt most is a feleségem. Viki. Ki hagyta a kínacike? Akkor nézzük meg a beszélgetést. Hogy hívják ezt a helységet itt? Na. Mi ennek a neve? Mi az ott? Egy cipőszekrény. Mit lehet alábetolni? Be lehet tolni a cipőket. Van két cipőm az előszobában. Bűntkövete kéne, hogy kettő darab cipőt tartok az előszobába. Mire jó az előszoba? Főzzek ott? Nem akarok zuhanyozzak le? Nem tudok, nincs bevezetve a víz. Tessék? Csak az enyém. Hát mert persze, hát mert én rendeltetésszerűen használom az előszobát. Mondjuk azért... Értitek, tehát, hogy nem egyszerű? Ez szörnyű, hogy kin van a három cipő. De az mit jelent, hogy csak a tiéd? Hát mert a többit elpakolja. Vagy mindenkinek ott van a cipője, vagy senkinek. Hozd ki az övét is. Hova? Nem az tudom, mert nem találom már az ő cipőjét, nem tudom, mindig elrakja. Ő olyan steril, hogy ő mindent elrak. És a Beninél jöttem rá, például ugyanolyan, mint én. Tehát a Beni úgy vetkőzik, ahogy én vetkőztem gyerekkoromban. Jön föl a lépcsőn a garázsból, már a kezében a kabát engedi el egy nagy mozdulattal, rúgja le az egyik cipőjét, a másik cipőjét még félig magá hagyja, megy be az előszobába, rájön, hogy cipő van rajta, visszamegy és bedobja. Kézmosásnál egy ilyen pici alibi, úgy, hogy mintha kezet mosna, de már csavarodik ki a kezemből, és már megy játszani, és rájöttem, hogy úristen, ezekkel a mozdulatokkal csináltam én is. És akkor anyám visszavitt, felakasztotta a kabátot. Pakoljál össze magad. Hogy te milyen érdekesen öröklődik a dolog. De nem? Az hogy még, ez így átszáll. Várjál, az is érdekes, hogy a Benni miért téged vett át, és miért nem a Wikirend mániáját. Na? Mert az melósabb azért egy kicsit. Sokkal ez igaz. Nem tudom, a Wikitől is átvett egy csomó mindent, baromi hasonló az ízlésük, ugyanolyan dolgokat szeretnek, ugyanazt eszik, tehát hogy nagyon sok mindenben hasonlít a Benevikire. De közben, amikor a saját gyerekedben látod a te mozdulataidat, vagy ahogy leszáll a bringáról, hát azon mindig elcsodálkozom. Én úgy tudtam mindig leszállni, hogy még menet közben ott volt kitámasztom. Hogy eldőltem balra. És a gyerek... És én most a bringámat úgy teszem le, hogy már kitámasztom le, akkor meg próbálom a Beninek átadni, hogy vigyázzunk a dolgainkra. De tényleg, tehát ne szállj le úgy a bicikliről, próbálj megbecsülni. De tudom, hogy gyerekkoromban már láttam anyámékat az erkélyen, és úgy szálltam le, hogy betekertem, és már dőltem el, levágtam a tacskót brutálisan, és már rohantam föl a lépcsőn mondjuk ebédelni. És a Benni ezt nem láthatta tőlem, mert nem így szállok le. És így száll le a bicikliről. És ezek közben azért nagyszerű felismerések. És akkor visszahívod, elmondod neki, hogy vigyázzunk rá, támaszd a falnak, ne csináld, nem így kell leszállni. És nem mondja, hogy apa, te is, mert tőlem ezt nem látja. Csúnya az utcában. Az még a jobbik esemény. 40 évesen most a szomszéd szép volt, Bali. Láttam, leszálltál. Nektek van ilyen, amit így láttok a saját gyereketekben? A vagy anyós feleség? A bringázásban nálunk a fölszállás, a vicces, azon mindig halálra röhögi magát a béka, mert én úgy szállok föl, mint vidéken a rendes emberek, hogy odaállsz a bicikli mellé, a bal lábadat ugye fölteszem. És elkezded hajtani és magad. Egyet hajtasz, egyet meglöksz, és átrakod a másik lábad, de már gurul a gép. És van két liba hátul itt. Persze, meg egy gázpalacka disznó pörzsölés. Egyébként hol van a pörzsölő? Igen. Az teljesen indokolatlan, de én is ezt csinálom. Így a nénik szállnak fel. A nénik szállnak, és soma. Ez nagyon papás. Kettőt löksz rajta, tudod, hogy lendületbe legyél, és úgy. De te hogy szállsz föl? Te előfölszállsz? A bringára áll a bicikli. Hát én már nem is tudom, hogy szállok föl, de nem ezzel a nyugger. De nagyon ráteszed. Hajtom magam, és egyet löksz, és már... És Viki pedig meglöki hátulra. Na, és például nálunk Soma pont ugyanezt csinálja, a béka sírva röhög rajta, mert a kis biciklivel is ugyanezt nyomja. Átteszi a lábát, és akkor azt ugyanaz. Mondjuk, na jó, de valószínűleg ezt látta. Ezt tanult, igen. Tehát ezt valószínűleg ezt tanult. Tehát ez egy olyan dolog, hogy látta, hogy apa így száll föl, és akkor te is így száll, vagy akkor ő is így száll föl. Na, de hogy csontoz ki például egy pulykát? Azt hát, de azt is látta. Számtalanszor. Szóval mi ebben nagyon sokat vívunk. És amikor rájöttem ezekre a hasonlóságokra, akkor már kevésbé tudok rá azért haragudni, hogy elrakja a kabátot, mert csak inkább szánom. Abból a szempontból... De jó, nem úgy, hanem azt mondom, hogy értem, mert hozod otthonról. Tehát egy csomó dolgot az ember. Valószínűleg én is hozok egy csomó mindent otthonról, amiért neki nem könnyű
velem, vagy nekem vannak tanult dolgaim, vagy nem tudom. De ő ezt soha nem mondja, mert egy tündér. Hmm. Várjál, most mond valamit, tessék. Azt mondja, neki nehezebb. Aha. Ezt mondtad. Hogy, szóval, hogy nagyon érdekes dolgok. Nagyon érdekes dolgok ezek. Nálatok valami virággal? Hát, semmi? Senki nem hasonlít? Senki nem? Hát de náluk ugye a verbális dolgokkal jött elő alapvetően ez, hogy nagyon hasonlít rám például, amikor képzeld el, mi történt velem? Nem érdekel. Ilyen jó van akkor. Itt kire hasonlít? Tehát, hogy itt rád? Rám alapvetően. Ez a lepatintás, ez leginkább én vagyok. De picit visszaköszön egyébként, ennek örülni fogok, mert magas labda, de hogy a kényszerességben. Tehát, hogy nála is észreveszek nagyon fura dolgokat, miközben tőlünk ezt így ilyen direkt módon tényleg nem látja. Tehát, hogy ahogy nálatok is van, tehát nem tudhatja, hogy a gyerek, nem tudhatja, hogy a gyerek az, hogy te milyen voltál ennyi idős korodban, mint amennyi most ő. Na, és mi üt vissza? Hát, ilyen ez a elmegyek, tudod, egy kicsit ilyen most nem akarom kibeszélni általában. Ja. De hogy tudjátok, amikor ilyen kabala jelleggel végig simít tárgyakat. Megy lefeküdni, és akkor végig simítja itt először a korlátot, hozzáér ehhez. De mindig ugyanúgy megy el lefeküdni. Igen, odaér ehhez, odahoz. Mert te így mész el aludni? Picit igen. Tehát, ez valóban ez magas labda, így tudnék időzni egy-négy percet. Tehát végig simítod a lakásban a tárgyakat. De ugye most nem ennyi, nem most. De nem most. Hát, hogy ez tényleg jellemző volt, nem? Hát ez kicsit ez a, hogy hívják, ez a lesz ez még így se. Jack Nicholson. De mi elköszön? Szia konyhapó. Én valamilyen szóval szia előszoba, elmegy a gazdátok aludni. Nem csak én csinálom, azt szerintem ezt millióan csinálják, hogy picit vannak ilyen megszokott dolgok, amiket így végigcsinálsz, és kicsit persze kényszeres. Szia megint... mosogató? Te mit simogatsz? Mi, szia korlát? Nem. Nem, szia kis kanál, szia kávéből. Ott van fönt a világjáról sorozat, sziasztok könyvek, szia tévé, szia korlát. Reggel találkozunk. És reggel újra köszönsz neki. Nem tudnék három dolgot megsimogatni, amit úgy szívből megsimogatni. Azért kérdezem, hogy mit? Tehát, hogy miről szól a simogatni? Tényleg, tehát elmész, mit tudom én, a budi ajtóm, ez a kilincs, szia kilincs. De ez én voltam régen, tehát hogy nem. De engem érdekel, hogy régen mit simogattál meg? Kb. Ez ennyi. Tehát, hogy így. Meg az, hogy tudod, hogy be van zárva rendesen az ajtó, de nincsen bezárva a kulcsra, csak be van kattintva. Be van kattintva? Be van kattintva. Yes. És most ő is megy az ajtóhoz? És, de úgy, hogy nem látja tőlünk. Tehát, hogy az a fura, hogy nem látja. Ezek a dolgok, ezek már elmúltak, már nincsenek, már a múlt ködébe vésztek, már a gyerekkorukra voltak alapvetően jelzők, pontosabban az enyémre, és visszaköszönnek a gyereknél, és nagyon fura. Annyi, hogy ugye de te bizonyos szinten simogattál, tehát más volt ugye. Igen, a kormentes, tehát van két csík most a lakásban, ahol simogattok végig, mert magad simogattak. Meg volt a napi portörlés. Ezt még nem hallottam, sok mindent hallottam, de ezt, hogy elköszönsz este a tárgyaktól, ez nagyon jó. De mondom, elköszöntél. Jó, elköszöntél. Most jelen idő, múlt idő nem volt le azért. Persze, most egy gyerekkoromban volt, vagy most 45 éves átvicszálni. Zseniális. Figyelj, én régen például, hát én nagyon kötöttem a tárgyakhoz, és volt, tehát, hogy konkrétan a biciklit azért mindig megsimogattam. Tehát, hogy és ha nem volt nálad a bicikli, és aznap nem bicikliztél, akkor lementél, megsimogattad, és úgy mentél csúcsukálni? Nem, akkor becsuktam a szememet, és magam elképzeltem, hogy ott van előttem, és megsimogattam. De picit sírtál, hogy ma nem volt együtt vele. Picit fáj. Ben, én látom még, hogy ugyanúgy fekszik, ugyanúgy tartja a lábát. Tehát kiskorától egyébként úgy olvas, hogy az egyik térdét felhúzza, és a másik térdét keresztbe rakja rá. És ez már egészen kiskora óta, amikor még ugye nem tudatosult benne, hogy mit lát mondjuk tőlem, vagy hogy én hogy olvasok, én nagyon szeretek így olvasni. Vagy hogy a lábát keresztbe teszi, és csak a végén kulcsolja össze nyújtott lábbal. És ugyanazok, vagy támaszkodik az egyik kezére, ugyanazok a mozdulatok vannak, és elképesztő ezt így látni. Hát nem tudom, hogy szerencséje van a gyereknek, vagy sem. Hát ez már később kiderül. A Noelnek most van egy akkora anyajegy, mint az én bal kezemen. Ugyanaz. Ugyanott van? Nem ugyanott van, neki a vállán van, ugyanolyan kiterjedésű, és ugyanolyan az alakja. Elképesztő. Nagyon sok SMS jött, két és fél éves lányom úgy iszik a pohárból, mint én, csípőre teszi a bal kezét, és emeli jobb kezével a poharat. Amikor észrevettem, nagyon cuki volt, figyelt engem, és forgatta az öklét, hogy apa vajon, hogy csinálja. Bende fiam fél éves, de ugyanúgy az okét, ugyanúgy mutatja az okét az ujjával, ha alszik, mint az apja, és az egyik szempillája lelóg a szemébe, mint az apukájának. Ez Zsuk küldte nekünk. Rendrakás ügyben sokadik felszólítás után kicsit megemeltem a hangom, mire a 3 és fél éves fiam rám néz, és tök nyugodtan ennyit mond. Mi van, mama, meg van neked? szerintem kitaláljátok, hogy kit ismertem meg benne. 3 és fél éves. Ugyanúgy kiabálok és hisztizek, mint anyukám, pedig mindig utáltam, ha kiabál.
ezt is SMS-ben kaptuk. Az IPM magazinban volt egy cikk, hogy az életünkben szerzett tapasztalatok egy részét DNS-ünk tárolja, így az örökíthető lesz. Ezért lehet, hogy hasonló szokásokat fedezhetsz fel a gyermekeidnél, mint amit például te a gyermekkorodban csináltál. Le akartam szidni a gyereket, kinyitottam a számat, és az anyám ugrott elő belőle. Ez is de jó tipikus. Mondat. Zseniális egyébként, igen. Tegnap voltunk ultrahangon, az Iker fiú tagjainak ugyanakkor a kukija, mint az enyém. Hát mondjuk nem biztos, hogy jó. Na most viccesz, de azért én azt is nézem. A kukeszt? Igen. Tényleg? És? Hát szerintem nem zavar, hogy pont akkora? Szerintem Beni 3 éves rámver. Oh. Noelnél még egyelőre nyugodt vagyok, mert annyira kis hájaska, hogy még nincs kukija. Még azt mondom, ez a beszéd, jól van, ne akar ne körözni apádat. Maradj, maradj. Nem, azért mikor fürdik, nem csak, hogy mindig megnyugszom. Hogy úgy jól van. Jól nem van. Vagyok kuki így valahogy. Nem, nem így, hanem én Beninél nagyon sokáig aggódtam, hogy nem is, lesz, és mi? Most már nem aggódom. Azt gondolom, hogy rád. Ebben nem hasonlítom. Ez itt a Best of Morning Show. De abban igazuk van, hogy ennél kevesebbet is adtunk már meg. Akkor adjuk vissza. Hát engem most... nem érdekel. Egyébként meg nem 7 másodperc volt, mert lemértem, 43 lett ez a szerencsétlen anyag, amiben így is a játékosunk is pihengetett még 20 másodpercet. Gyerekek, hát akkor nem volt passzív. Nincs ebben ennyi. Vigyék de ha el. Mi játszunk így? Akkor mi szarok vagyunk, Jani, hát kész. A játékos meg jó volt. Hadd vigye. Adjuk. Nem arról vasz, hogy nem mi valami keresztes hát hadjáratot vívünk a Laci ellen. Laci egy nagyon szimpatikus hallgatók. Szokjátok, én ezzel. Vagyok ebben minden nap, szokjátok, csak mindig jó zsaruk vagytok, meg egyébként, mindig aha, a mennybe mentek. Most dobhatod a százas, mert megy a szokjátok most kicsit, hogy ezt képviselme minden reggel. Fé, az első tét oldalára szokjátok, kicsit fürödjetek benne, egyszer mondjak valami olyasmit, ami nem tetszik a hallgatóknak, hogy na jön rögtön a gonosz kis törpe. Tehát, hogy te érted, te bármikor valami pici kis rosszat mondok, akkor rögtön kapom az ívet. Most az van, hogy végighallgattuk, mindenki lobogtatja a kis zászlaját. Amellett, hogy ez jó játék volt, adjuk meg. Nem, nekem azért azt nem amellett, hogy ez jó játék volt. Vagy, nem amellett, nem volt. De amikor csak szimpátia ennél... alapon adtunk valakinek csomagot, meg amikor úgy adtuk oda, hogy mindenki tudta, hogy ne, csak azért, mert a játékossal ez volt, az volt, amaz volt, az nem számít. Az belefér. Akkor persze, mert nektek úgyis tele van minden csomagokkal. Most van tétjenek a játéknak, vagy nincs tétjenek a játéknak. Ez pont olyan dolog, mint amikor a hármas ugrásban, hogy lehet, hogy ilyen szemétkérdés berakni az elsőket, de mi a szemétkérdés? Tudod rá választ, vagy nem tudod rá választ? Ez a kérdés. Neked könnyű, nekem meg nem könnyű, mert próbáljuk te tudod rá választ, én meg nem. Kizárni. Próbáljunk objektíven dönteni. Most ne keverjük ebbe bele a hármas ugrást, mert ne keverjünk itt bele régi játékokat, meg mit tudom én. Kiöltjezés 1867-ben, mit mondott Deák, meg most érted? Hát most mi történt 1920-ban, meg Veszent Trianon, meg nem érted? Most ez... Dobjunk fel pénzt, mert hogy ketten vagytok egyenlen. Most én nem tudom megadni, ha ti ketten azt jelentek, hogy passzív volt. Én csak a véleményemet tudom képviselni. Uh-huh. Nem? Igazad van. Ez most egy padhelyzet. Te hát, mit mondasz, Anna? Én azt mondom, hogy ebben nincs demokrácia. Mi hoztunk egy döntést adásba, és én ahhoz tartanám magam. Tehát ez nem az, hogy mit tud a hallgató, bocsássatok meg az SMS falra. Halljátok ki ott? Mert hogy volt egy érzés otthon. Az élő adásnak. Én meg és hogy ha. Nem? Én csak maradjál csöndbe, eszegessél, lazítsál. Én azt gondolom, hogy utólag megvágni egy anyagot, kivenni a szusszogást és meghallgatjuk egyebek, teljesen más az érzete, mint élőbe. Ha hozunk, mi is emberek vagyunk, van, amikor esetleg hozunk rossz döntést, meg hozunk jó döntést. Elfogadom. Most ez egy ilyen döntés volt, ezt hozta a Feri meg a Jani, na most meg a Viki mondja, hogy hány sokkal rosszabb, mondom, menjen oda a férje mellé, aztán beszélgessünk. Zsül? Adjuk meg! Jaj, basszus! Három, gyerekek! Ákos, gyere! Azt a betegyet! Micsoda csavar, amikor már azt hittem döntés lesz, olyat hozott! De akkor a maival mi van? Most adjunk neki, vagy ne adjunk? Mert... Hogy adjunk? Hát a mai az volt. Holnap játszon egy újat? Játszon egy újat. Tehát kapjon egy új lehetőséget. Adunk neki még egy lehetőséget. Jó, vagy téged már így is boldoggá fognak avatni. Jó van, na, hát én ritkán vagyok jó zsaró ebben az adásban, én úgy élvezem ezt a pillanatot. Ez a világ legusztusabb döntése. Írja egy hallgat. Best of Morning Show. A Morning
Morning Show legjobb pillanatai. Hullámvasút történetét hallottátok? Bizony. Hát ez szenzációs történet, na. Gyerekek. Eleve az, hogy ilyen hullámvasút még működhet itt nálunk, ez már önmagában szenzációs. Na, ezt ne kezdjük el, mert az a hullámvasút az jó. Persze, mennyi rajta sokat. Én mentem is, jó azért is. Mennyire sokat. Nagyon, szép az, is. Igen, nagyon szép. Nagyon szép. Fa szerkezete van. Ah, gyönyörű. Nem mondd, hogy szép. Mi szép rajta? Ah, na most, az egy mérnöki, az egy ács remek mű. Az volt. Ne hülyeskedj, az tényleg szép. Hát most az... elmegyek, veszek 4 járólapot, meg 3 deszkát, és Jani átjó hozzám, 3 nap alatt összeépítünk valami hasonló. Járólapból hallottad, Jani. Az nagyon szép, hogy régen épült, meg az nagyon szép, persze. Műemlék. Adják oda a közszáli kecskéknek, sétáljanak rajta, és építsenek valahol egy normális hullámvasutat. Vagyok azért, hiszen jó, nehogy elsődjük. Na de hogy ez a vérhullámvasút. Ez a hihetetlen giga terrorvasút, ahol nők sikítoznak, férfiak üvöltöznek. Mert lent hagyták a ritikőjüket. Igen, és 3G nehezedik rád, amikor hihetetlen magasságban mész föl. Önálló életre keljen, és magától elszabaduljon, hát kérem szépen, mi folyik ott a Vidám Park maradványaiban? Hát a fejlődés, ugye? A fejlődés. Igen. A fejlődés az az, hogy ült valaki egy üvegkabinban, és azt látta, hogy nem izgulnak eléggé. Akkor megszokták. Nem, öntudatra ébredt a hullámvasút. Nem adok nekik kezelőt. Ugye csak mondjuk át, ha valaki ezt a történetet nem tudja. Hétvégén önálló életre kelt a hullámvasút. Megnézte a Terminátor Skynetet, és azt mondta, elindulok. Ugyanis ez még úgy működik, meglehetősen egyszerű módon, hogy elől beül egy kertészgatyás, borostás, olajos kezű ember. Megtörli az olajos kezét egy még olajosabb rongyal, ami egyébként még olajosabbá teszi az ő kezét, és utána pedig rátegyere egy nagy piros indít feliratú gombra. Indít, és elől ül a masinista. Így van. Ő a fékező ember. Igen. Ilyet már sehol nem látsz, gyerekek. Egyik országban sem, ilyen már nincs. Hát ott már nem bízunk a technológiába, ott az emberi tényező. Ebben lehet bízni. Kivéve most, amikor igen. Ő nem szállt föl rá. A hullámvasút, és akkor itt a válasz a kérdésedre, hogy te ezt leósdizod, mert egyébként 30-al lehet menni a kanyarokban. Most, hogy nem volt fékező ember, 70-nel száguldottak a sikító utasok. 70-nel. Na de ez a kemény, de várjál, hogy indul el? Hát hogy indul el? Ugye nem ült be kezelő, csak röviden történt, nem ült be kezelő, elől beült egy csomó vidám, szórakozni vágyó ember, majd az a fa Skynet, a Skynet 1.0, az F800-as, az F800-as, egy alapterminátor, önálló életre kért a budapesti hullámvasút, és elindult a maga útján. Most ez nem lett volna baj, a kezelő látta, szaladt egy ideig szegénykém, aztán ugye már nem tudott szaladni. Igen, csak legyorsult a kétszer, ha hullámvasút. Egy MiG-29 nem gyorsulul. És kezelő nélkül végig száguldoztak ott a magyar hullámvasúton a Vidám Park maradványai közepette, sikoltozva. Tudok, én még ha akarok, gondolta a hullámvasút, ön tudott a ébredt, és elindult. És megmutatta, hogy akkor most mi van. Hát mit csinált a kezelő engem? Ez érdekel a legjobban. Hol volt? Hogy maradt a saját járatáról? Hát? Hasmenés? Egy hasmenés. Egy jó hasmenés? Aha. Valahol. Anyukánál volt a pénteki vacsora. Megyek, csövelek egyet, úgyis lassan szállnak be, látom rajtuk, nem sietnek. Ott még van két vartó. Úristen, megyek a viharvasúthoz. Meghajtom a viharvasúthoz, aztán visszajövök. Dől belőlem a ciklon. Na most azért az kemény, amikor te úgy ülsz föl egy hullámvasútra a gyerekeddel, hogy látod, hogy a kezelő nem száll be, viszont pánikba esik, hogy elindultál. És rohan a vasút felé. És látsz egy futó embert. És nagyon rohan utánad a kezelő, és te már tudod, hogy pánikban vagy, valami nem rendeltetésszerűen megy, majd elindul a hullámvasút, ami azt hiszem egyből egy lejtővel indul, bizony. Elindul fölfelé. És még kárölvenően vissza kiabálsz a futó embernek, hogy előbb kellett volna jegyet venni, ha, de én a kezelő vagy. Te hülye barom, én a kezelő vagyok, hál' Istennek. Hogy indul le? Nem lejtőn áll a hullámvasút, tehát régen én arra emlékszem, megáll, beszáll, kezelő ül, kertészgatja, olajos kéz, és elindul fölfele. Így van. Mi változott a Vidám Parkban, hogy ez a hullámvasút, ez a Skynet, a fa Skynet magára talált és elindult lefelé? Hát valószínűleg az indításhoz kell ember. Igen, úgy a kezelő ember megvolt, csak ő nem vette észre, hogy nincs fent a fékező. Lehet, hogy az ebédjét melegítette. Érted? És még kérem, hogy még egy kicsit langyos kás, azért forró leszem a gulyást. De mert azért ez nem egy megnyugtató dolog. Hát nem. Tehát, hogyha a fékező otthon fönt a tetején elájul a 3G-től, mert nem bírja. Igen. Mert az első napja nekem kell majd lehoznom?
Előre mászok és lehozom a Kacsó-Pongrác felüljáró tetéről a vérhullámvas utat? Hát hogy ezért, van ez? Ezért szerződtetek nyugdíjas MiG-pilótákat fékezőnek a hullámvasokra, hogy ne álljon. Topikám, te vagy az. Na, Topikám, csapas. Na, nagyon, menjünk akkor nagyon keményen. Nem, tényleg nem értem, hogy ön előül vagy hátul? Középen. Középen? Ő ül középen. Középen. Álcázza magát? Igen. Vidámnak? Azért, mert az gyereknek vattacukorra? Vattacukorra. Van egy olyan vattacukra, ami is ehet meg, mert el kell számolnia vele? Hát persze, plusz ugye a vattacukornak a pálcája, az maga a fékezőrúd. Ja, tényleg. Ez a hanga nyilatkozott mindjárt félvük, azt mondja, hogy nem voltak veszélyben az utasok, mert ha kisiklik, se lesz semmi baj. Hát azért ez mondjuk így... Hát azért az ott vesz egy balost, ezért az ott megdobb. Mert van még egy utas, vagy mi? Akkor nem, akkor kettő visszadönti, vagy hogy van ez? Volt már olyan is, hogy kiugrott a sín, vagy leugrott a sínről. Ja, azt hittem a kezelő. Na jó, én ezt nem csinálom tovább, és kiugrott a kacsopon. Mondta, hogy már jó, nem, és kiugrott a kacsopon. Persze, volt olyan is, hogy kiugrott a gombóc a fazékba. Hallod? Állítólag tölt a kanyarom, és fenn volt az egyik kerék. A külső íven a kerék felemelkedett. Hát ez egy szörny. Na, és szerinted unalmas ez a hullámvasút? Látod, hogy nem? Hát iszonyatosan ment. De szerencsére volt fönt a kocsiban néhány mancsaft, és kidőlt az ellenkező irányba, és visszaborította? Figyeljetek, szerintem csak az derült ki, hogy egyébként, ha nem lettek volna a fékezők, akkor a hullámvasút sokkal izgalmasabb lett volna. Hosszú évtizedeken keresztül. Én is erre gondolok, nem? Hogy hosszú évtizedeken keresztül fosztottak meg bennünket a kezelők attól, hogy igazán élvezzük ezt a hullámvasutat. Mert vagy féltek, vagy 30-al mentek, vagy 20-al. Így van. Kérdezi hallgató, hogy egyébként felesleges találgatni, meg kell nézni, mit ír a fekete doboz. És kérjük ki. Tényleg. Jogos. Megtalálták már a fekete dobozt? A fekete fa dobozt? Jogos. Mit mond a fekete fa doboz? És akkor ezen túl, ha én megyek, akkor figyeljem, hogy a fószer bent ül-e vagy nem, és nézzem meg, és jelezzem, ha nem. Most már szerintem kettő fog menni. De nem fogod tudni, ki a fószer. De hogy nem. A kertészgatyában van, és olaj és középen ül. Így van. Aha. Középen ül, és nagyon nyugodt. És nagyon nyugodt. És nem eszik a vattacukorból. Hiába kínálod, sós perecelő nem eszik belőle. Azt szerintem mindenképpen. Na de most akkor én ezen túl nézem, hogy ott ül a fószer? Nem? Kérdezz meg, hogy elnézést. Elnézést maga a kezelő, hagyjon már az unokámmal, vagy elnézést maga, hogy takarodjon már. Nem, én nem vagyok a kezelő. Anya, egy bácsi zaklat. Egy bácsi nagyon fél, és azt kérdezte, hogy én vagyok a kezelő. Na mindjárt megkérdezzük, hogy mi történhetett itt valójában. De akkor most tényleg lehet attól félünk, hogy esetleg a hullámvasút elhagyja a helyét, bekopogtad egy zuglói lakásba, és megkérdezi, hogy Sarah Connor? Tehát, de nem. Igen, összetép egy telefonkönyvet, igen. Én is azt mondja, hogy a Wolfi halott, vagy a kutyát halott. Mi baj a Wolfinak? Mi baj a Wolfinak? Semmi. Azt a nevelőszüleit halottak. Itt van Hanga Zoli, jó reggelt kívánunk, ciao. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt! Milyen régen beszéltünk már? Nem tudom, nem számoltam. De hiányoztam. De érezzük a hangodat, igen, a sajnálkozást. Hol volt az ember, minket ez érdekel a legjobban? Mit csinált a kezelő? Eltette az ergéket? Nem. Hát az történt, hogy ugye egy ilyen folyamatosan működött aznap is a hullámvasút, ez ugye szombaton délután volt, és a néhány percre leállt az üzem, szólt a kezelő, hogy azoknak, akik akkor a peronon várakoztak, ugye mindig egy szerelvényi embert szoktunk fölengedni a perorra, tehát menjen a következő szerelvénybe. Beférnek, hogy legyenek kedvesek várni egy 5 percet, és azután indul a hullámvasút, addig ne üljenek be a szerelvénybe. És hát itt a probléma az volt, hogy hát mégiscsak beültek. Na most ugye, amikor be van húzva a parkolófék az állomáson, hát az a parkolófék az arra van méretezve, hogy üresen álló hullámvasút megy a telemére állnak. Ez a parkolófékon egy vascső, ami egy kézifék, nem? Vagy ez egy mechanikus, egy gomb? Ez egy pedállal működő kézifék, amit ilyenkor pluszba kiakasztanak, és akkor hát ennek van egy olyan fékelje, ami megtartja a szerelvét. De ráraknak egy téglát, vagy hogy technikailag ez... Technikailag ez úgy néz ki, hogy ez egy 3 kocsiból álló szerelvény, és a második kocsi elején van egy fékező hely, ott ül a fékező közben, és egy pedállal működteti a féket, mert közben ugye a kanyarban kell. És amikor megáll az állomáson, akkor a parkolófék működése ennek a dolognak az úgy néz ki, hogy ilyenkor hát kicsit az van imitálva, mint hogyha ott folyamatosan ott van a lába, de az egy ilyen kiakasztható kalantyú, tehát nem úgy kell képzelni, hogy oda tesz olyan fejtéglát. De az a lényeg, hogy be van húzva a parkolófék, de hát az arra van méretezve, hogy üresen megtartsa a szerelvénynek a súlyát, mert ugye azért indulhat el egyébként, mert az állomás végén már kezd lejteni, hát a lejtő viszi el a felvonó pályáig, és tehát végig ugye a fizika működteti a
a magában a szerelvényben nincsen semmilyen motor, meg ilyesmi, azért megy végig a pályán, mert ugye van egy ilyen fizikai törvényszerűség, hogy ezek a dolgok lefele szoktak menni. Tehát itt igazából az volt a probléma, hogy hiába szólt a kollega, az ott várakozó utasok közül néhányan, mert hát ugye a többség az mindig szépen betartja. Hát külföldi volt, nem mondta a kolléga, állj, viszont egyet, no beszállás, no entrance. Tálalok egy brownit, aztán jövök. Nem volt, négy angol, négy nagy testű angol, egy fingük, nincs, hogy mit mondott ez a kedves lábasban kiabáló csávó, ez nem lehet? Nem voltak külföldiek, de egyébként ott az elején szépen ezt be is tartották, aztán volt, aki úgy gondolta, hogy hát mégse. Na mindegy, és ugye akkor beszálltak, akkor persze elindult a szerelvény, ami hát kétségkívül így nem nagyon szerencsés, de azért az nem egészen úgy van. Igen, nagyon jól fogalmazol. Ez így nem indulhat mellettől, mert átlatlanul beszállnak. Először is ugye, hogy miért van fékező. Mert azért a világban járunk és fölülünk hullámvasútokra, nagyon kevés helyen látunk fékezőt, hát konkrétan az egész világon 10 olyan hullámvasút van, ami még igen, olyan régi rendszerű, mint a mi hullámvasútunk, és fékező kell hozzá. Nem tudom, hogy sírjak-e vagy nevessek, de uh-huh, fogjuk fel úgy, hogy jaj, de jó, hogy ez ilyen régies. És na most, ez egy különleges, van, aki azért jön Amerikában, mert ilyen különleges régi hullámvasútra akar felülni. Nem, ezt ne higgyétek el, ezt azért ne higgyétek el. Nem. Kb. Ezért látogatják a piramisokat is, nem? Ugye? Na most a fékezőnek az a dolga, hogy a kanyarban fékezze járművet, tehát nem amikor nagyon fölgyorsul, hát a hullámvölgy alján persze, hogy nagyon fölgyorsul, azért van a hullámvasút, tehát az a célja. A kanyarokban, mikor fölgyorsul, akkor feladata, hogy fékezzen. Na most mi történik, ha nem fékez? Hát nem az, amit mindenki gondol, hogy kisiklik, lerepül a pályáról a szerelvény, és ott a semmibe zuhan a szerelvény a rajta ülő emberekkel. Ilyen a hullámvasúton nem tud lenni, hogyha valaki jól megnézi, akkor az a nyompálya, amin fut a hullámvasút, az egy U alakú vájatban van, így van kiképezve ez a fa szerkezet, ami a pályát tartja. Tehát, hogyha a kerék lejön a sínről, akkor az történik, hogy ugyanúgy a pályán tartja jobbról és balról ez a fal, ami olyan magas, mint a kerekek meg a futómű maga. Csak egyszerűen nem fut tovább a sínen, hanem fölakad, mert ugye nem sínen fut tovább. Tehát ez a külső íven két kerékre állt, ez nem volt. Így van, és akkor egyszerűen gyakorlatilag egy ilyen vészfékezés történik, és megáll. Tehát ha nincsen fékező rajta, akkor nem az a probléma, hogy akkor hogy majd elszabadul, és bárki veszélybe kerül, hanem az, hogy akkor előbb-utóbb valamelyik kanyarba így el fog akadni, történik egy ilyen vészfékezésszerű dolog, és akkor persze utána nem lehet csak úgy újraindítani, hogy ja, akkor fölengedem a féket, ki kell szállni az utasoknak, végiggyalogolnia. Vannak ilyen lejáratok, hát bárhol megáll a szerelvény, onnan le lehet jönni az ügyben. Szuperbiztonságos. Ezért ez megnyugtató. Elnézést, hát hibás üzemmód, kérem, sétáljanak menetirány szerinti jobb oldalok. Nagyon szeretem. Itt azért el kell mondjam, hogy ez bármely hullámvasútnál tessék megfigyelni, hogy csak addig van lépcső létre mellette, amíg a felvonó pálya történik, a modern hullámvasutaknál így van, és utána menet közben hát van, hogy csak egy vascsövön fut az egész, tehát ott nem is lehet kilépni vele jobbra-balra. Az ilyen típusú hullámvasutaknál, mint a miénk, ott annyira rámentek a biztonságra, hogy végig mind a két oldal jobbra-balra van egy ilyen pálya, vannak lejáratok. Azért olyan hullámvasut a világban tényleg nincsen sehol máshol, ahol még a baleset is unalmas. Szeretem ezt a fajta magyar valóságot, ez jó egyébként, szeretem. De ugye hát itt nem volt baleset, tehát ez egy bizonyos. Nem volt baleset. Kiderült, hogy a fékező emberünk egyébként hogy maradt le a saját járatáról, engem tényleg ez érdekel a legjobban, hogy elment pisilni, tényleg látott két kőszáli kecskét, és volt nála egy kis zócse. Nem elment inni egy kávét, mert annyira bealudt. Tehát, hogy valójában emberünk hol volt? Azt közben tudjuk, nem mintha baj lett volna ebből az egésznek, nem volt baj, hál' Istennek, csak hogy mit csinál? Nyilván valami teljesen hülye, egyszerű oka volt, hogy ő lemaradt a saját járatáról. Ugye hát igen, amikor időnként előfordulnak olyan biológiai szükségletek, aha, hogy oda ugye el kell venni, na most ilyenkor ugye mi van? Hát az hogy... Valaki rohadtul dörömbölt a budi ajtón, csak nem tudták, hogy ő az. De nem, mert nem is jutott el odáig, csak szólt, hogy akkor legyenek kedvesek, ne szerjenek fel a hullámvasútra, 5 perc múlva fog indulni, és akkor egyszer csak azt látja, hogy hol hoppált, páran fölültek, és akkor... Azért ez még összvisz a pisilésből, és rohansz a saját szerevényel után, és 3 kövér német így ül, nagyon vatt a cukorral, és ők se értik, hogy ez most miért indult el. Ebben nincs egyébként egy olyan biztonsági rendszer, ami ezt megakadályozza, vagy legalább egy kicsit visszafogja a hullámvasutat. Biztonsági rendszer, minden? Ugye a biztonság,
ugye a biztonsági rendszer alapesetben a fékező, aki végig ott. Hát, de ő nem volt ott. Mm-hmm. Igen. Na most, hogyha nincs a fékező, akkor az a biztonsági rendszer lép életben, hogy ugye a, tehát, ahogy mondtam, a fékező fékezése az nem azért hiányzik, vagy kell, hogy a biztonság akkor azáltal csökken, ha nincs fenn a fékező, hiszen hogyha lejön esetleg a síről a kerék, akkor azonnal megfogja jobbra-balra ez a bizonyos vájat, és ez is történik ilyenkor, tehát hogy a biztonság az nem csökkent le ezáltal. Az utasok biztonságérzete az csökkent le ezáltal egyrészt, és másrészt ugye egy olyan üzemzavar alakult ki, hogy ilyenkor ugye nem lehet azt mondani, hogy ezt a biztonsági fékezést akkor utána feloldjuk, hanem akkor ugye ahhoz oda kell menni a műszaki kollégáknak, vissza kell tenni teljesen a kereket a sírre, és akkor tud tovább gurulni, és akkor azok az utasok, akik viszont betartották azt, amit a kollégám kért, hogy legyenek kedvesek, ne szálljanak fel, hát azoknak jóval többet kellett így várni, mint amennyi. Igen, de ha ezek után ez ilyen biztonságos kezelő nélkül, akkor nem lehet, hogy mindig így menjem. Egy jobban érezték magukat, gyorsabb volt, gyalogoltak, kicsit sokkal szórakoztatóbb volt. Hát ha ennyire biztonságos nem. Kezelő nélkül, akkor minek a kezelő? Kis izgalom lett volna. És azért is foglalkozunk ezzel, megnézni, hogy lehet az ilyen eseteket is elkerülni, mert itt nem az volt a probléma, hogy bármi olyan dolog történt volna, ami az utasok biztonságát úgy veszélyeztette volna, hogy tehát, hát ezt nyilván elmondtad. Mindenféle ilyen kommentárokat hallottam, hogy horror a hullámvasúton, meg egyéb ilyen dolgok. Hát, ahogy elmondtad, itt a veszélyesebb otthon feküdni a kanapé, mert leesett. Igen, van. De minden esetre a probléma viszont az, hogy ugye azzal is kell foglalkozni természetesen, hogy az utasok biztonságérzete milyen. De ebből a szempontból azért ez nem ideális, meg ugye nyilván abból a szempontból sem, hogyha mind mondjátok, hogy hát akkor menjön fékező nélkül, akkor minden egyes alkalommal menet közben valahol ugye ez a biztonsági fékezés, amit a jobbról, balról ez az oldalfal biztosít ilyenkor megállítja, és akkor minden egyes alkalommal mondjuk fél óráig tart, míg újra visszatesszük a pályára, üzembe helyezzük. Így biztos, hogy nagyon nyögvenmenősen menne a hullámvasút. Még szerencsére nincs ebben ilyen hurok, mert hogy akkor jött volna vissza a kezdet. Állj, és meg Marics, állj, és rossza megy a piros gomba, és megáll a hurokba pont. Nyomj egy tapot! Marika, állj, és meg! Volt ilyen az arkanzasi hullámvasúton, hogy fejjel lefelé lógtak az utasok fél órán keresztül. De ehhez képest azért... Zoli, sehol nem vagyunk. Fél óráig lógtak, fejjel lefelé fügtek tulajdonképpen. Halálra rémülten. Azért az kemény. Nem véletlenül nincsen hurok, ugye lehet azt mondani, hogy már ezek a régi rendszeri hullámvasutak, amiből már csak 10 van a világon, és amilyen ilyen kis, akkor biztos a régi technikai megoldások miatt kevésbé biztonságos, mint az újak, de nem erről van szó, hanem az, hogy éppen a régi megoldások miatt a pálya geometriában kevesebb játék lehetőség van. Uh-huh. Tehát nálunk nincsen átfordulás, nincsen olyan, hogy fejjel lefele lenne valami. Az összes hullámvölgy és hullámhegy az mindig egyenes pályán van. A kanyarok viszont mindig vízszintes pályán vannak, mert ez a pályaszerkezet csak ezt bírja el, ugyanazzal a biztonsággal, mint a modern hullámvasutak azt, amikor igazából ez nagyon jó ki lett találva 1922-ben. Igen, a 100 éve. Valójában ez az eset is bebizonyította, hogy amikor nincsen rajta fékező, akkor tulajdonképpen az a biztonsági rendszer, amit ezek az oldalfalak jelentenek, az automatikusan működik. És akkor közelíti meg azt az izgalmi szintet, amit mondjuk egy Bajza utca Kodály körönt utazás jelent. Ez szemét vagy. Nagyon jó. Gondoltad valaha, Zoli, hogy még hullámvasutakról is neked kell majd nyilatkozni? Nehogy örültetek, mikor megkaptátok a Vidán Parkot. Most meg egy hullámvasutak menet teljesítményéről, meg balkanyarokról kell nyilatkoznom. Azt hitted, hogy befutatjátok repkénnyel, aztán mehetnek rá fel a majmok. Mehetnek rá a kecskék, mi? Annál most meg egy elaludt kezelőről kell itt nyilatkoznom. Na jó, van, nem történt majd, mi is csak humor. Ez a lényeg. Valami újdonság az állatkertben? Hát egyébként a hullámvasúttal kapcsolatban is van újdonság, mert hogy ezen a héten pénteken lesz a Mutatványosok Éjszakája nevű programunk, amikor este 7-től éjfélig lesznek programok ebbe a bizonyos Hol nem volt parkba. És a hullámvasútot is érinti ez a dolog, mert esti hullámvasutazásra is lesz lehetőség. Valamikor nagyon régen a hullámvasúton volt világítás, és akkor ezt meg lehetett oldani, hát az elmúlt években ilyesmit kiállgatottak. Tehát ez csak nappal lehetett eddig hullámvasutazni, és éppen most készült el, már meg is csináltuk a próba üzemét az éjszakai világításnak, úgyhogy még most éjszaka is lehet hullámvasutazni. Na most már, hogyha éjszaka foglak hullámvasutazni, tudja, hogy elasszana. Tehát, hogy így sem túl... Így se túl pörgös a produkció, de ha éjszaka majd fel, biztos, hogy elindul, és visszafelé már csak egy ilyen hortyogó utasközösséget fogtok látni. Hát azért én ezt nem hiszem. Az a helyzet, hogy a hullámvasút a legnépszerűbb játékok közé tartozik. Nincs nagyon más, Zoli.
Legyünk őszintén, nincs nagyon más basszus. Tehát most komolyan. Miért ott van a körhinta is? Nem, ugye a műemlékjátékok közül, tehát 4 műemlékjáték van, és ezen kívül még 2 az, amit átvettünk, tehát összesen 6-ot vettünk át annak idején a Vidámparttól, akiktől megörököltük ezt a területet, és a 6 átvett játékon kívül még továbbiakat beállítottunk. Ezek olyan játékok, amelyek régi típusúak, de ugye újonnan kerültek beállításra, tehát nem ez a ilyen mindenféle nagy hidraulikus szerkezetek és diszkó feeling, hanem inkább a régi idők Városligetének a hangulatát felidéző játékok. Tehát és arra nem gondoltok, hogy a Vidám Parkot és az állatkertet úgy ötvözitek, hogy jövétől, mit tudom én, egy foltos szurikáta lesz a kezelő, és ő ül bent, vagy beültetitek a medvét kezelőnek. Vagy a hiány cintányéros majmot. Ilyen fajta összemosódás nem lesz? Hát hasonló ötleteket már hallottunk meg, hogy majd akkor a hullámvasutott majommászókkal lesz, hát volt konkrétan tényleg, aki kérdezte. Hát az a helyzet, hogy most már azon a területen, amit ugye a Vidám Parktól örököltünk, ahol nem volt parkban is vannak állatok, 30 féle különböző állatot mutattunk be, de abban az állatkert elkötelezett volt, ezt már elején megmondtuk, hogy azokat a régi műemlékjátékokat, amelyek megőrzésre érdemesek, amelyek a régi Városliget hangulatát idézik, és amelyeket egyébként annak idején a Vidám Park is, amelyik 1950-ben jött létre az egykori Angol Parktól, illetve a Húsvétől. Azt megtartják. Hát azokat, igazából ezeknek szeretnénk jobb gazdái lenni, mint annak idején a Vidám Park volt. Mondjuk például a Mesecsónaknál, ami ugye a hullámvasút alatt található, ott például volt egy óriás, ami ott szuszogott, biztosan emlékeztek rá. Na, hát az valamikor már éve szétfagyott, és akkor aztán ott nem volt semmi, mert ugye az volt a megoldás, hogy ha szétfagyott, akkor most már nincs. És mi például helyreállítottuk az idei szezon kezdetére, ez már megvolt, hogy például volt egy műemlék céllövöld, de ott a hátfalának vannak 100 éves elemei is, ez a mozgó fém hátfal, nem tudom, hogy erre mennyire emlékeztek, igen. Mert az elmúlt 11 néhány évben nem lehetett találkozni a Vidám Parkba, a darabjait megtaláltuk egy raktárba, és hát pedig ez egy műemlék dolog, és akkor ezt is helyreállítottuk, úgyhogy a tavalyi szezon vége után ez is működik. Persze, hát nem is bántani akarunk benneteket, csak szerettük ezt a hullámvasút a sztori. Zoli, köszi, jó munkát nektek, ciao. Köszönjük szépen a Zolinak. Ciao, ciao, ciao. Ez itt a Best of Morning Show. Viszont, lenne egy nagyon fontos projektünk, amit mindenképpen meg kellene lépni. Korán reggel beszéltünk róla, hogy a Feri szeretné támogatni a helyi költségvetést némi kisebb összeggel, egészen konkrétan 1920 forinttal. És mivel én is utasa voltam az autónak, és egy picit miattam is álltunk oda, ahol álltunk, ezért a 20 forintot én adom bele. Nagyon kedves van. Viszont... van kölcsön 2000-es? Ja, de most, basszus, nem, nincs nálam apró, mindegy, akkor a 20-as se. Viszont szeretnénk kérni, illetve keresni egy nagyon kedves pécsi lakos, de nem baj, hogyha nem pécsi, csak menjen a postára, azt adja föl, de nagyon gyorsan. Tényleg, egy becsületes ember, mert most tényleg. Tudod, mi van, hogy kitöltöttem a csekket, jó. Adok neked lóvét. De ha lelépsz a pénzzel, akkor itt nem csak az van, hogy ellopsz 2000 forintot, mert nyilván nem. Még hanem... 3-at fizetek, ha elmész vele. Húzzál már, ne! Még 3-at azonnal, akkor mert akkor van. Meg 14-et kell fizetned majd otthon. Tehát, hogy még 3-at. Megy valaki jó. Postára? Nagyon jó. Tényleg? Postára? Igen? Elmegyek. Adok 3000-et, hogy ne is tessék visszajönni a csekkel. Jó? Nagyon jó. Ez legyen. Jó, ki az, aki még csomag. Tud nekem hozni 3-4 kaparós sorsívést a postáról? Csomag csak akkor van, ha visszahozod a csekket. Okay. Én megbízom. Mi a nevet, hogy hívnám? Jenny. Jenny? Én megbízom Jennyben. Uh-huh. Én ránézésre azt mondom, hogy ő visszajön a csekkeddel, Feri. Majd beszélek vele egy kicsit később. Jó. Elmegyek akkor. És visszajössz aztán ide? De cuki vagy, nagyon rendben vagy. Nagyon. Fogadhatjuk el, de igen. De, ez micsod postaládban. Yes. Nagyon aranyos a folytok, én már aláírtam. Balázsnak kell aláírni. Ez micsoda? Emlékkönyv. Még van ilyen, hogy emlékkönyv? Emlékszel fölhajtós a sarok? Hogy ez meg volt? A nekem sose volt, Feri. Nem volt? Nem volt emlékkönyve? Hát vagyok, nem volt emlékkönyve. Matricák a gyűjtetek a matchboxot. Hát a lányoknak van emlékkönyve. Ki a fiúknak is volt emlékkönyve? Kinek volt a fiúk közül emlékkönyve? Feri, most ne szégyed, te egyedül vagyok. Nem áll! Kinek volt a fiú közül emlékkönyve, Feri, akkor senki nem jelentkezik. Senki nem jelentkezik. Már ilyen. Ott van, nézd meg, neki volt. Látod? Szolidarit veled, mert valószínűleg egyszer malacot öltetek egyszer, valószínűleg, és föltette szolidaritásból a kezét. Feri, rajzolsz be egy belős csontot? Már rajzoltam bele. Már virágot rajzoltam bele. Virágot, elmondani. Nem virág, az kolbász. Jézusom! Csak mondom, hogy ez a virág. Az egy nagyon szép virág. Rajzoljál bele te is egyet. De nem minden virág hajlik, mint a hurka. Tehát, hogy nem ez az egy hív van egész.
minden évet így rajzolunk mindig, mert hurka gombász. Hát már egyenes virág is van. Füstöltnél egyenes, de amíg sütni való, addig föl van látszik, tekerve. Hogy valami aratás időszak lehetett akkor, vagy valami nagyobb. Búzavirág. Amikor ezt tanulta a Feri, nagyon kellett sietni ki a földekre. Hogy hívnak téged? Panna. Panna, de helyes neved van. Panna, rajzolunk bele valamit. Jó, valami szépen. Én nagyon jól tudok nyulat rajzolni. Azt. Kérdezz meg, hányos vagyok nyúlból. Hányos vagy nyúlból. Nagyon, ötös. Én meg medvebocsot a fa mögött. Tényleg ötös voltam nagy nyúlból. Nyúlból ötös voltam. Akkor nyulat kellett rajzolni. Nyulat kellett rajzolni, ötös voltam, ez a helyzet. Még, jó, még egy rövid mondatra megszólítanám a mellettem lévő fiatal hölgyet. Nyugodtan. Ugyanis várjál, 3:30 óta itt van. Nem mondott komolyan. Miért? Vártam rátok. Na de 6-ra jövünk, hát tudtad, nem? Biztosra mentem. Féltél, hogy nem jelenünk meg, mert hogy elviszik az üvegstúdiót? Azért jött azt a 3:30, hogy biztos, ami biztos legyen. Hogy hívna? Eszter. Eszter, és hogy nem később, vagy 3:30-kor állt meg a vonat, vagy a busz, és akkor várnod kellett? Vagy nem, 3:30-kor indultam otthonra, 3:45-re. De hogy nem korábban? Atya Isten. 3:00-kor honnan indultál? A meccsekről. Gyalog? Igen. Gyalog? Gyalog. Csak hülyültem. Nem jön még busz 3:00-kor. Lesétáltál? De... Le. Jézus Isten, nem féltél? Kicsit. Szerintem adjunk neki egy ajándékcsomagot. Mi vagy te, valami zsoldos? Szerintem meg majd mi azt eldöntjük. Az egész család eljött, vagy igen? Egyébként én Kanizsára jöttem. Tudom, te 11-kor indultál, és pokjárásba jössz. Ez mindenféleképpen megérdemel valamit. Egy tapsot! Persze, egy tapsot. Nagyon jó. Az a baj, hogy amikor ilyen sztorik vannak, picit attól tartok, hogy ő az a kategóriájú rajongónk már, akit majd így, mit tudom én, egy esős hajnali napon egy villámlásnál meglátsz majd a fasorba állni, és befelé nézni a nappalidba. Jani, itt vagyok! Nem, ő lesz az, aki elrabol, és mesztelenül kell babáznod egy gödör alján majd, igen. Tessék, egy dolgot kérhetsz, mi lenne az, amit egy dolgot kérnél, és teljesíthető, tessék, mi lenne az? Busibalástól. Ennyi? Nem már. Csak ennyi? Akkor sapka. Hát ha ez nem, akkor milyen sapka. Milyen gyorsan lecseréltek egy sapkára. Azt hittem, hogy valami kreatív, mit tudom, Tibi atya rózsafüzére, vagy valami ilyes. Mit tudom, hogy vegyen a nyakába Feri, és gyalogoljon át velem a meccseken. Én valami ilyesmire gondoltam. Jó, adjunk egy ajándékcsomagot, szerintem megérdemli, tényleg. Hát ezt egyszerűen díjazni kell. Tehát aki 3:00-kor indul el egy gyalog otthonról. Te meg ne szólalj itt mellettem, csöndbe vagy. Figyelj, megérdemled. És meddig maradsz? Meddig maradsz? Amíg nem jöttök újra. 10-ig, jó. Köszönöm szépekre, süt a nap. Oj, köszönjük te szépen. Mondjuk te ámnyikba állsz életem, csak mond. Csak a Balázs, értem. Fiús napom van, nem lányos. Fiús nap? Fiús. Milyen egy fiús nap az? Jó? Isten. Mi történik akkor egy fiús napon? Odaadók. A fiúk odaadók? Persze. Azt hittem, azt mondta, hogy odaadom magam. Hát én már az első oszlopig megyek, és már... Jó napot kívánok! Hogy hívnak, Decuki vagy? Én Illés Istvánné vagyok, Györgyi Pécsújhegyről. Istvánné, csináltál már selfie? Istvánné, Györgyi. Nem, én nem azért jöttem, én ti miattatok jöttem. Decuki vagy. Mert én még nem találkoztam személyesen veletek. Még is ugyan olyan szép, mint a tévében, mi? Nem. Ugye? Nem olyan, mint a tévében. Én nem azt mondtam, nem olyan szép. Nem olyan? Hát milyen? Kisebb, nagyobb, alacsonyabb. Tündéri. Igen? Nem szereti az öreg asszonyokat, csak a fiatalokat. Dehogy nem szereti. Felajánlottad, hogy nézzek be a kabát alá, de mondtam, hogy inkább egy autogramkártya. Eljön az öregeket is, de a fiatalságot. Ha tudnád, hogy milyen videókat nézeget a hotel szobájában, szereti ő az idős asszony. Hello. A Grammy-hel ne viccel. Kedvenc kategória. Figyelj, csinálj egy szelfit, hát nem örülnél egy új autónak? Nem. Hát miért nem? Hát mit csináljak már? Csak a gond van vele, érted? Feladod a használt autónak. Hát annak fizetni kell a nyugdíjasnak, mire van pénze? Ha eladod. Szarhátra. Eladom. Még eladni se tudom, mert becsapnám. Na, de nincs egy unoka, nincs egy gyerek, akinek... De minden van. Hát akkor tessék csinálni egy szelfit, aztán hátra megy. Legyenek maguknak, mi? Így van. Így van, dolgozzanak meg érte. Semmire kell ők, ingyen él. Tanuljanak meg sporolni. Mivel foglalkoznak a gyermekek? Györgyi, hát ugye azt mondta? Egyik bádogos. Igen? Másik esztergályosként dolgozik a sörgyárba. Hát akkor biztos örülnének egy új autónak. Munkásként. Hát tégy egy próbát. Látástú Mikulásig. És van 4 unokám. Na. Amire nagyon büszke vagyok. Mekkorák az unokák? A legnagyobb 16 éves. A betyár. Hát lassan vezető is. A legkisebb meg 10. Hát ő még nem. Na, csinálj egy szelfit. 3 fiú, 1 lány. Nem akar, nem, bár próbálom. Na, semmi, nincs szelfi. Nincs szelfi? Veled, kényeket, vigyétek oda egy autóhoz. Gyere már, gyere közelebb, hát anyád vagyok.
Gyere, csecsre! Hát gyerünk! Na mit gondolsz te? Éjjel-nappal veletek vagyok, ám... Itt azért van egy... Nem tudok aludni, én este 11-kor már bekapcsolom a rádiót, nehogy lemaradjak. Arról, hogy ki nyeri meg a fekete-fehér igen-nem. Azért bekapcsolod 11-kor a rádiót. És olyan ideges vagyok, hanem... Mi nyerjük meg, édesem, hogy majd nem főtöz verem. Te nagyon sokat idegeskedtél az idén, mi? Nagyon sokat. Te nagyon, és 11-kor este bekapcsolod a rádiót, hogy meghallgass, hogy 6 óra 45-kor kinyeri a egész fekete... Egész nap, nem, hát... nem nincs lekapcsolás, semmi. Na, nagyon helyes vagy. Hát még a WC-n is azt szól. Komolyan? Bocsánat. Igen? Viszed magaddal egy ilyen kis pici... Nem. Nem? Olyan hangos. Kakaó van rajta. Ja, ja. Konyha, a kakaó van konyha, a WC. Kis szoba, hálószoba, nappali. Férjem meg ideges, mert nem tud tévét nézni. És mindenhol a Klassz FM. Csak az. Így kell csinálni. Így kell csinálni. Egy selfie? Az nincs. Nincs? Ne, legyen lehet, már. Lehet, majd lesz. Jó, mit kapok, ha oda megyek? Imádlak. Még puszit adnál neki? Kettőt is. Ajajaj. Akkor nem jön ide. Mindjárt indul. A gyerekeit is imádom. Igen? Tudom, hogy van két gyereket. Elvileg. Fiú a Bennett, meg a Noel. Nagyon a felhészült vagy. A Soma, Réka, Noni, Viki, mindent tudok róla. Hát, de jó. Hát ezért, ha... Vigyázzatok magatokra, hát... meg vagytok figyelve. Te tényleg mindent tudsz, de nagyon. Nem küldöm el a képet, hogyha lefényképezkedünk. Hova? A feleségednek. Aha. Hát én megzabálok, ne tudja meg, hogy itt öregek is vannak, az hiszi csak fiatal. Volt már ilyen kitelepülésen, ő is sokszor. Hát az egyik igen. Szerkesztője a műsornak egyébként. Nagyon igen. Cuki vagy, megcsináljuk azt a selfit, imádlak, jó? Nagyon, téged is. Drága, kedves. És én is itt vagyok. És az is mindig ott van az, és ahogy a Janit is imádod? A Janit is imádom, igen. Őtet kevésbé ismertem. Aha, de jó. De örülök, hogy ilyen szépen tagoltam beszélsz. Nem. Őt kevésbé. Ismertem? Jézusom, ide bepisi meg. Anna, majd figyelj, amikor vágod a best of-ot, jó, hogy ezeket a kis hatásszüneteket vedd már ki belőle. Jó, van, te háttérben volt, tehát téged nem lehetett ismerni. Így van. Őben volt a Balázs Show-ba, ott, a Ferinek az, igen. Volt tévéműsora. Így van. Aztán jött János is azóta. És a Kolbász Fesztiválról meg főleg hát is. Jó, hát jó, hát az meg, figyelj. Voltál Kolbász Fesztiválon is? Nem. Nem? Sajnos nem jutok oda, mert nem jön Pécsre ilyen helyekre, mert én itt lennék ott már este. Nézd, meg kell hívni a Ferit, ahol a Feri van, ott úgy is ölik az állatokat. Egyszer a Feri ott, lejön ott Pécsre, ott előbb-utóbb úgyis minden disznó meghal. És töltenénk egy jó Stifoldert, mi? Azt hiszem, most jó volna két hét múlva jönni és megtöltenéd az enyémet. Megtölteni a Stifolderét, te! Hallod? De máma bele, jövő héten a húst, és akkor jöhetsz a drága életem. Mit Ferikém, tudnak? Töltsd mit összetöltenék, mi? Segítenék neked. Két hét múlva úgy megtölthetsz, Ferikém, két ahogy hét múlva névnapom van, megtölthetnéd a Stifolderet. Látod, milyen gonoszak? Hát nem tudják, hogy mi az a Stifolder. Az Vega, az nem tudja. Én nem, ő a Vega, a Jani a Vega. Én, a harmadik a Vega. Az a, aki ott van mindig, aki csak a szartalicskázza mindenkinek, hogy virágozzon a föld. Hogy mit? Tudod, mit hagysz ki belőle? Miből? Azért vagy 50 kiló. Ne. Mert Vega vagy. Hát én nem bánom annyira. Nézd meg, én nem vagyok Vega. De a Jani régen húsevő volt. Nem még körbenézni. A Jani húsevő volt régen, csak már leszokott róla. Én nem mondom, hogy húsevő vagyok, de azt sem mondom, hogy csak... Tehát úgy mindenes, töltség. Szereted, én minden szeretek falni. Jó van, szeretsz falni. Szeretek falni. Jelige, szeretek falni. Szeretek falni, Jelige. Lősd meg a Stifolderem, szeretek falni. Ez itt a Best of Morning Show. Ez zseniális adásokat találok. És van egy úgynevezett hatos csatornám. Van hatos csatornátok? Nincs hatos csatornátok. Ez a neve csak, hogy hat? Ez a neve, hogy hatos csatorna. Hatos. Nem éltetek még igazán, ha nem láttatok hatos csatornát. Én este 9 és 10 között azzal mulatom az időt, hogy mindig először is nem kapcsolom be a kis, nem tudom, a kis dobozomat, az a set-top boxot, hanem csak simán földi sugárzású csatornákat, van 20 darab, azokat így áttekerem, de ilyen Pax TV ért 2, ja, hát hatos csatorna, olyanokat találsz, hogy megőrülsz, tényleg. Pax TV nekünk is van. Zseniális beszélgetések, zseniális stúdióvilágítás, izzadó vendégek, minden van, tehát komolyan menjen nézni. De nem is ez a megdöbbentő a dologban, hanem az, amit én láttam a hatos csatornán, és én azt hittem, hogy ezt már nem csinálják, vagy hogy ez már kiment a divatból. Na, valaki bugyi nélkül portörögete? Nem, Anetka már nem jön vissza sajnos, pedig azok egyébként egy szabadabb televíziózás időszakát jelentették, amikor Anetka esti tornázott. De hát hasonló a színvonal.
ott egy csinálják ezt a, ezt a távgyógyítást, amit, amit ugye régen nagyon sok helyen csináltak, a Budapest TV-től elkezdve, én nem tudom hány helyen gyógyítottak, ugye hát a Gyurcsók volt ennek a képcsőre. A nagykövete, igen. Hát érzi, ne hátulról előre. Igen, érzi a melegséget, igen, befostam. A burkolatot ne távolítsa elé, baleset és életveszélyes. És van egy pacák, aki egyébként már régebben a Budapest TV-n is gyógyított, és én azt hittem, hogy őt nem nagyon engedik már tévé közelében. De a Palival nincs baj, tehát szimpatikus, meg teljesen normális, de hogy ő még most is gyógyít, és távműt. Távműt? Na most 10 évvel ezelőtt távműtött valaki a Budapest TV-n, és akkor azt még sokan megnyalták, oké. De a Pali a mai napig dolgozik, és a mai napig végrehajt különböző műtéteket. Dolgozik. Igen, ezt a szó ez nekem is praktizál. Doktor úr. Doktor praktizál. Igen, ők a telegyógyítók, és mondom, a hatos csatornára kapcsolsz, akkor látod, hogy ott van egy Tamás nevezetű orákulum. Aki orákulum? Orákulum. A orákulum akarsz. Is. Aki lejegyzetetem Csontkovács spiritista és fantom testműtő. De várj, akkor fantom testeket műt, vagy? Fantom testműtő. Tehát ő azt mondja, hogy van a tested, a fizikai tested, és akkor az asztrál test, az éter test, nem tudom, és a fantom test. Uh-huh. A fantom test műtő az nem a stúdió? Hiszen ott műti a fantom testeket, amikkel ő nem találkozik. Hiszen azok fantom testek. Figyelj, a Pali megdöbbentő. Tehát az, hogy ő élőben neked megcsavargatja a gerinc csigolyáidat, mint amikor te odamész valakihez és megcsavargatod a melbimbóját, de hát akkor ugye van fizikai kontaktus, hogy kiemel, hogy visszatesz, hogy... Kiveszi az egyik gerincemet és visszatesz. Uh-huh. Megműt. És megműti a gerincedet. És a döbbenet az, amit nem tudtam megfejteni tegnap se, hogy mitől mondják azt, hogy jobban vannak. Mitől? Ő nem mondja azt, hogy hazudja azt, hogy jobban, megkérdezi jobb, és hallom az ember hangját, az igen, már nem fáj annyira. Már nem fáj annyira. Nála is a megműtött gerinc. Jobban érzi magát? Nem. Akkor be kéne fáradnia az irodánkba, be kéne fáradnia hozzám, mert hogy ugye annak idején a Gyurcsók úr azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha neki nem sikerült ott a televízió képernyőjén keresztül élőadásban megoldani a problémát, akkor el kellett hozzá fáradnia Visegrádra. És akkor ott viszont tudod segíteni. És akkor ott megvá... Igen. Készpénzért. Nyilván. Azt hagyja, hogy el kellett fáradni Visegrádra, de ott sorok álltak állítólag. Sorok. Tehát délután 2-kor odálltál 2 liter pívízzel. Hogy áldja meg a mester. Áldja meg a mester a pívízedet egyébként, és tudjál egy kicsit hidratálni, hogy ne száradjál ki. És fogadjál ezt a 30 tojás bio. Fogadjál a 30 tojás, és másnap hajnalban 7:30 vagy reggel te bejutottál hozzá. Sorok álltak. Sorok álltak az ő Visegrádi utcájában. Tehát elképesztő, hogy kiben van a hiba? Aki csinálja, aki gyógyít, hisz benne, működhet? Valójában lehet, hogy működik? Mondjatok rá valamit. Hát, hogyha nekem fájna, én nem mennék el egy ilyen ember, ez a gerincet. Nem lehet a gerincet, nem lehet úgy megműteni. Jó, de akkor egy migrénnel, egy csigolyával, egy porckorongval, egy tértfájással. Ez népetetés, hát nem lehet. Próbálja az evés, tehát hogy én azt gondolom, hogy felének utána kéne néznie a csomagnak, hogy hát, ha van egy olyan csomag a helyi szolgáltatónál, amiben benne van a melyik tévé, hatos csatorna, érted, oda kell ülni a tévé elé, ezt mondani kell neki, hogy nagyon fáj abban a felső. Tehát valami, lehet, hogy... Nekem most például fáj a lábam, fáj a jobb lábam. Na, persze, akkor most fölhívom Tihanyi doktort, és akkor ő azt mondja, hogy akkor Ferenc, feküdjön a hátára, kist megrángatom, ez most lehet, hogy fájni fog, és akkor nem fog fájni, hagyjál már Balázs. Én a végigkebben azt mondom, hogy működik. Hát, ha találunk egy hallgatót, akin ez működött. Tehát telefonáljatok be nekünk 555-55-00, mondjátok el, hogy miben telefonáltatok be. Azt már nem ismerem feltételezni, hogy hát, ha találunk valakit, aki így gyógyít, hallgat bennünket, és bemer telefonálni adásra, mert annak örülnénk a legjobban, nem akarjuk bántani, nem akarjuk ízekre szedni, csak mondja el, hogy milyen képesítése van. Igen, én a hatos csatornán éjjel egykor aura látok, asztrál testeket tisztítok, és nem tudom, porckorom sérvet műtök, hogy mondja el, hogy csinálja, milyen képzettsége van, engem az milyen a képzettség érdekel leginkább, hogy történt a tanulás, tehát a tanulásunk mi volt a folyamata, hogy őt is távtanították, vagy levelezőn tette le ezt, vagy pedig meg kellett jelennie valahol, és oktatták. Várjál, ő fantom testet emelt ki. Hogy? Ezt mondtam, fantom testet. Nem az enyémet, kiemelte a fantom testet,
És úgy szájtát van észre. Én ezt évekkel ezelőtt láttam már. Tehát én erről tudtam, hogy ez a jelenség van, csak én azt hittem, nem láttál hogy... semmit, csak néztél egy embert, aki beszél, nem? Igen, hát úgy értem, hogy láttam ezer évvel ezelőtt a Budapest TV-n. Láttam a Phantom testet. A Budapest TV-n ő meg egy ilyen baromi nagy, valószínűleg hamis perzsa szőnyeg előtt üldögélt, és iszonyatosan teker csavart, és baromira műtött. Jó, akkor hogy működik? Tessék. Hallottam tegnap, hogy kapcsolták be folyamatosan a hallgatókat, mindenki 5-8 percet szánt, körülbelül megműti, helyre rakja, és azt mondja, hogy igen, jobb. Ha van hallgatónk, akit valamikor tényleg távgyógyításon keresztül meggyógyítottak, akkor telefonáljon, hogy még egyszer mondom, hát nem vérzett el. És nem vérzett el, hogy hát ha aki tényleg bennünket hallgat, és beült már valamilyen csatornára, és csinált műtétet, vagy akár, hát kicsi az esélyed, de ha Tamás bennünket hallgat, vagy szereti a műsort, szóljatok neki, hogy keressük őt, és csörögjön be, és mondja el, hogy mit jelent az, hogy valaki fantom testműtő spiritista Csontkovács? Az első, az utolsó kettőt értem. Figyelj, ha betelefonál tényleg, és így elintézi nekem, hogy ez a pár idegesítő. De ne mondd el, akkor mi bajod van. Tehát ne mondd el, hogy mi bajod van. Tehát ha ő betelefonál, akkor csak mondd el, hogy nagyjából hol érzel valamit, de ne mondd el konkrétan a szervi bajodat, és nézzük meg, hogy meggyógyít-e. Jó. Van valami bajod neked? Igen, van. Nem mondom el. Így 50 felé már van egy-két dolog? Persze, szerintem rá tud nézni egy-két dologra. Úgy érzem. Tehát van egy-kettő kis. És ha már itt van, akkor lepotyoghatna egy pár vathús is a hátalról. azt én leszedem neked. Kérdezi egy hallgató, jóség, akkor varracedésre vissza kell hívni? Hát ugye. Nem, veszik, felszívódó varradok. Mit tesz be? Felszívódó varradok? Kontrollra, tényleg. Hívjon egy hét múlva varracedés. Elképesztő. Tényleg elképesztő volt, mert hogy tudom, mondom, én ezt láttam már sok-sok évvel ezelőtt, a YouTube-on is nagyon sok van, Budapest TV, beütitek Budapest TV élő gerincműtét, és Tamás műt. Tehát Tamás tényleg kiemelés, és műt. És azok egyébként, akik ezt a hivatást tanulták, és hogy a hagyományos utat választottak, azok időnként szerinted oda kapcsolnak, hogy kicsit tanuljanak, hogy tágítsák a tudatukat, hogy a kollega, aki valóban ez, tehát aki mondjuk gerincműtétet hajt végre. Igen, aki rendesen tanult egy izét, mit tudom én, jó, hát nyilván egy gyengébb képességű orvosról, vagy 10-15 évet is tanult ahhoz, hogy legyen benne elég bátorság, hogy egy másik embernek a gerincéhez hozzányúljon. Érted? Azok így leülnek a tévél, és így nézik, és így tanulnak, nyilván, és próbálják meg elsajátítani azt a fajta tudást, amivel Tamás rendelkezik. Ebből írek a disszertációt. Igen. Na, van valaki, aki becsörgött Anna itt nagyon integet. Halló, jó reggel, ciao. Na, sziasztok, Pihanyi Tamás vagyok. Tamás! Ebben nem nagyon bíztunk, hogy megtalálunk. Tamás, hello, jó reggel. Ezt a kutatásokat hallottam. Nem akkor a csoda dolgok, ez egy tanulható dolog. Na, várj, kezdjük az elejét, hogy minket hallgatsz egyébként, tényleg? Én minden reggel hallgatlak bentek, ennek jövök be a rendelőbe. Azt hittem megérezted, hogy rólad beszélünk, és becsörögtél. Nem, mindig hallgatom, és körülbelül olyan 8:30-ig szoktam hallgatni. Leülök reggel a kocsiba, a Maglócétiből jövök be. Hát igen, a műtétek előtt kell egy kis ugye vidámság. Tamás, hogy szólítsunk? Ester, Tamás, az jó, Tamás. Na, én elkaptalak téged a 6-os csatornán. Elmondom, miről van szó. Minden ember testében van fantom energia. Ha valakinek levágják a lábát, fáj a lába, azt mondja az orvos, hogy fantom fájdalma van. Egy a fantom energia. Tudjuk jól, minden embernek van egy energia mezeje, és ha én a gondolatban arra tudom hívni azt a testrészt fantom energiával, amire nekem szükségem van. Ezt ki mondja, hogy minden embernek van fantom energia? Ezt honnan tudod, vagy ezt honnan veszed, vagy ezt mire alapozod? Mondom, hogy onnan tudom, hogyha valakinek tegyük fel, levágják a lábát, és fájdalma van, mint a lába ott lenne. De fantom fájásnak hívják. Fantom fájdalom, mert a fantom energia ott marad. Ha neked például kiveszik az egyik veséret, tegyük föl, akkor is lehet mérni 10-20%-os energiaszintet, mert ott marad a fantom energiája, az nem tud elveszni onnan a testből. Aha. És én gondolatban... Na, a gerinc műtétnél bent van a gerinc, nem? De úgy van, hogy egy kis része, az energia része kerül ki, az energia része, azon én végrehajtom gondolatba, meg kézzel is nyilván, amit végre kell hajtani, megmondom, mit csinálok, kihúzom a gerincet, meg csavarok rajta balra-jobbra, azért, hogy a meszesedések letörjenek. De várjál, de hogy tud letörni, hogy a fenébe tudna letörni a meszesedés? Ha ne idegesíts, hát azt, hogy te kiemeled a gerincet és csavarsz rajta kettőt, ettől nem tűnik el a meszesedés. Nem rögtön, persze, utána visszarakom a fizikai testbe,
és egy idő múlva nem azonnal, az átíródik. Mi van akkor, ha kiveszed a gerincet és megszakad a telefon? Tehát, most a kérdezők... Semmi. Ha kiveszed a gerincet, ott áll a hallgató, lejár a kártyája, áramszünet, kaffabban a pillanat, vége az adásnak. Mi történik? Ott ül hülyén, és nem tud kimenni a hűtőszekrénynek, nem tud visszaírni. A szolgáltató zöld szám, amit fel lehet írni. Komolyan kérdezem, hogy te kiemelt gerincel ott ülsz. Eltűnik a hallgató. Akkor teszem a gondolatba a testébe, az kész, ennyi. És akkor mit érez, amikor te kiveszed a gerincét? Van, aki érez, van, aki nem. De várjál, Tamás, hogy tényleg kibeszéd valakinek a gerincét, az a telefon megszakad, nyilván nektek menni kell tovább, mert mégiscsak adást csináltok, kettő-hárman betelefonálunk, és a végén ott állsz a műsor végén, nálad van egy gerinc, már azt se tudod, hogy kihez tartozott, hova rakod vissza? A gondolatban, akivel beszéltem, az én gondolatomban bennem marad, ráhangolódás alapján. Ha én veled beszélek, akkor azáltal, hogy beszéltem veled, rád hangolódtam, ugye? De most tőlem ne legyen el semmit azért. Nem, jó, majd szóljál, amit elvettem, a beszélgetés végén kérem vissza. Nem erről van szó, csak próbáltam elmagyarázni. Persze. Azt hiszik az emberek a tévéműsorban, hogy valami és bármi a tévén keresztül megy, semmi nem megy a tévén keresztül. Ha én beszélek valakivel, akkor a telefonon keresztül ráhangolódtam, ha meg energiát adok, vagy egyéb dolgokat, az ugyanúgy megy, mint egy telefon vagy bármi sugárzás, mindenen keresztül. A tévének csak mint műsor van, műsorként van jelentősége ebbe a dologba. Tamás, ne haragudj, hogy ilyet kérdezek, te magadtól találod ki ezt a rengeteg hülyességet, vagy ezt te olvasod valahol? Te nem hülyeség. Te képzed magad? Hogyne, minden két-három hónapban most szerint teljesen lecserélődnek. De mit csinálsz? Hogy hol képzed? Milyen képzés ez? Tehát mivel fejlődsz? Hogy én kezelem az embereket, és közben, mint egy csugallat, jönnek föntről az ötletek, tudod, mint valaki segítene föntről engem. Mami, hogy most cseréld le a gerincműtétet, és helyett egy más módszerrel, nem tudom, tisztíts aurát? Az auratisztítás az már nincsen bennem, mert amikor az idegrendszert kezelem meg, az immunrendszert, a kezelési módszereim ezeket mind beállítják, a csakrákat, idegrendszert, mindent beállítanak a testbe. Jönnek föntre az ötletek, ez azt jelenti, hogy egy emeleten feljebb van a kreatív producerete. Mindegy, hogy hol van. Tök mindegy, az valószínű följebbről jön az valamivel, valószínű. Nem, az jönnek, ezek mind saját módszerek, és azért sok ember elmondhatja már, hogy segítettem rajta. Voltak, akik ugye halálba voltak, és visszahoztam embereket, voltak, akinek leakarták venni a lábát. Három nap múlva ezt nem vágták le a lábát. Szóval vannak érdekes dolgok. Ez a gerinc műtét egy nagyon kicsi része annak, amit én csinálok. De ugyan nagyon sok embernek van gerinc problémája, csak azért csinálom ott ezt a fantomütet a tévében, mondja, hogy fáj dereka, de inkább csontkovácsolással csinálnám meg az embereket a dolgokat. De ott nem tudod, mert nincs ott az illető. Neked van egyébként csontkovács képesítésed? Hogyne, tanítom, minden hónapban egy ilyen tanfolyamon van. És ott hozzá is nyúlsz a betegekhez? Hát itt tanítom itt az embereket, fizikálisan bemutatom. Fenn a honlapunkon egyébként tanítsa egy teljesen. És akkor én is tudom csinálni, ha elmegyek a tanfolyamra. Akkor igen, persze. Van egy spiritista iskolám. Ott ezeket a ezoterikus spiritás dolgokat, ugye... Iskolán is van? Igen. Sok éve, 10-11 éve. Azt a mindenit. Hát ez nagyon kemény. De nagyon működik, nem gondolnád. Ez mind megtanulható. Ez én egy csomó mindenben hiszek, meg egy csomó mindennel foglalkoztam. Igen, tudom, igen. Gondolom meg. Na most, ha a Pránanadi működik, igen? Akkor ez miért nem működhet? Nincs ilyen a Pránanadi, hogy emelt ki a fantomgerincet, csavar rajta egyet, és lehullik a messzesedést. Nincs ilyen. Aha, tehát te nincs, nem tudsz messzesedést leszedni rólam. De ha látod, az, hogy ne legyen áramszünet. Nehogy eltűnje. Hát azért ez... hogy egy kis része, ez a fantom működik, egy 1%-a abban a repertoárban, amit csinálok, nagy részt ugye spirituálisan az agyon keresztül ugye megváltoztatom a dolgokat, mert tudjuk jól, az agyunk mindenre képes, és az én kezelési módszerem abból indulnak ki, hogy az agyban kell mindent megváltoztatnom ahhoz, hogy a test jól működjön. Hajhullást tudsz gyógyítani? Nem kizárt. Sose lehet ígérni, mert hajhagymákat ugyanúgy lehet kezelni, mint bármi mást, ugyanúgy lehet. Azért rajtam itt ott már, azért megkopott már a szőrzet, tehát hogyha... Van, ahol sok van, oda nem kéne. Hát én sose szoktam ígérni, nem szabad ígérni. Különbözőek vagyunk emberek, ugye nyilvánvaló, de nem kizárt a dolog. A megállítás az lehetséges, az már majdnem biztos,
de hogy vissza, az nem tehát tudom. Agyban dől el, agyban dől el minden, tehát elvileg mindenre képes van. Így van. Tehát, hogy mondjuk pár évvel ezelőtt betelefonált volna hozzád Voksán Virág, hogy kacsaszájat szeretne, akkor nem kellett volna elmennie sehova. Neked volt olyan egyébként, hogy jól emlékszel, hogy volt egy olyan is, amikor elment a hangod adás közben, és azt mondtad, hogy valaki megátkozott, csettintettél, és visszajött? Én egyszer láttam egy ilyet. Igen, az volt, hogy valószínűleg többen megátkoztak. Próbáltak mágiázni engem, mert nem tudok beszélni. Hogy megmágiáztak? Véget meg? Szakmabeliek nyilván irítségből kifolyólag. És a csettintés azért volt, mert védelmet tettem magamra közben. És a csettintéssel ugye kezdem és zárom. Csettintéssel beszaladnak a biztonsági őr? Én minden nap két vérszívóval. Tamás, mondd el nekem, ez hogy működik. Tehát én most adok ezzel, ha engem bántanak, mert azért itt adunk egymást, én akarok egyet csettinteni és védelmezni magam, hogy ezt tudom használni? Tehát ez egy működő dolog, de meg tudom magam védelmezni. Magadba el kell mondani azt, amit akarsz. Csettintéssel indulsz, és mondod azt, hogy mostantól azonnal, nyilván nem akarom tovább mondani. Elmondod, hogy mit akarsz, milyen védelmet akarsz magadra tenni, és a legvégén csettintéssel lezárod, és akkor azáltal te X időre, mert X időre van megszabva a program szerint, hogy mennyi ideig tartson, akkor erősebb, ha X időre van megszabva, és akkor kapsz védelmet. Aha, én minden reggel szoktam csinálni magamnak, amikor nem felejtem el, mert van, hogy elfelejtem. Ki kárít ki? Gyógyítást védem. Mert figyelj, akkor ezt szerintem le is csekkoljuk, mert most elmondtad az elméletet a dolognak. Balázs nem egy hülye gyerek. Ő most ezt így elsajátította. Szerintem most két zene között én elindítok egy rettenetes jobbost. És... megnézem a Balázsnak az állapotát, az immunrendszere Balázsnak. Na. 10%. Akkor most én vagyok a betelefon, fura, mert van egy hívás, amiért te fizetsz, ugye? Hát ez egy ritka állapot, mert általában ez fordítva működik. Nem fizetős ez. A tévében a telefon nem fizetős, az rendes normál utcai telefon. Na hallott, 10%-on van az immunrendszered. 10%-on van az immunrendszerem? Igen, hát ez... De miből látod ezt, hogy miből gondolod? Megnéztem, most itt ülök a szenzorfülemet, amit láttad. De mondtad, hogy kocsi, hogy benéztél a kesztyűtartóba, hogy szólaltad? Nem, már bejöttem már rendelőbe közvetlenül. Jó, rendelőbe. Nem messze állok meg. És valami komolyabb bajom is van, vagy csak 10%-on van az immunrendszerem? Hát ez az nem jó, mert ha nem ad elég védelmet, nem működheti a testedet úgy, ahogy kell. Ugye az immunrendszerünk az egész testünket. Jó, a gerincemhez nem nyúlhatsz, már most szólok elek ezekkel. Jó? A gerincemet nem adom. Ha kiveszed a fantom testemen keresztül a gerincemet, csavarsz rajta egyet, felordítok. Jó, de, most minden nem ér. Minden a bal arcán van egy csúnya pattanás, ha azt el tudnád tüntetni. Tamás, most egy baráti baráti alapon most Tamás csettints már föl neki vagy 25-re. Jó? Kicsit dobjál már akkor rajta, ma még megyek forgatni és egy picit feljebb tudsz hozni? Hát akkor, ha leraktuk a telefont, akkor utána majd koncentrálok rád, és akkor meg feljebb hozom a dolgokat. Ez most akkor jó. Is működik, ha nincs kapcsolat, telefonos kapcsolat? Azért, mert nekem az agyamban benne marad, ugye, hogy mivel beszéltem, meg amúgy azért ő ismert ember, azért sokszor látjuk különböző helyeken. Mit látsz, Feri? Tessék, ott mondjuk van baj bőven. Ott van mit látni. Nézd meg a Feri, légy szíves. Ferinek a központ idegrendszere 10, 20, 30, 40, 50, 60 százalékosan működik. Ez mind? 10-től 60? Nem, eljük a számban. 60 százalékos, ez nem olyan rossz eredmény. Nem olyan rossz eredmény egyébként. Az immunrendszere 10 százalékosan, és megnézem. Neki is átragadt róla. Igen, hány százalék stressz van a testén, mert 95 százalékban a bajt, a betegséget, a stressz okozza. Ez mivel nézed, egy műszerrel? Van nekem a kezemben ez a szenzebb, nem tudom, hogy látod a tévében. Egy stresszmérő? Nem, hát azt is tudom mérni a stresszt, ugye. Ha a stresszt ugye megszüntetjük a testbe, akkor... Nem, csak hol lehet ilyet kapni, vagy hogy ez milyen műszer? Lehet, ezt lehet kapni ilyet. Az a lényege, hogy a 95%-ban stressz van a testbe, az gátolja az immunrendszerünk működését, és ezért a testünk rosszul működik, nincs meg a védelem, nincs meg az, hogy gyógyítsa a testet, és változásokat hozzon létre. Milyen neve ennek egyébként, ennek az eszköznek? Szenzebil. Csak akarsz magadnak egyet azért. De a Feri jól van egyébként? Hát megyek hazafelé itt a Európa. Hát megmaradnék pár szenzebil. Napig, a Feri még megmaradt. Aha, én is birkoztam, mint te. Balázs, vállalkozó birkozó voltam, én Pécsről kerültem Budapestre, mert ott birkoztam a pécsi vasutakba. Ott kapattál egy nagyobb ütésen. Vasasba kerültem, és itt vállalkozó birkozva lettem. Vasasba birkoztam én is. Na jó, Tamás, örülünk, hogy betelefonáltál. Én nem hittem benne, hogy téged megtalálunk. De hát örülök, hogy beszéltünk. Tényleg örülök. Nagyon örülök. De mi is nagyon örülünk. Koncentrálj ránk akkor egy kicsit még adás után. Rendben van. Jó, sziasztok. Minden jót kívánok nektek. Vigyázz magadra. Tihanyi Tamás, Csontkovás spiritista, fantom testépítő. Vagy nem pedig Nem. Fantom testműtő, bocsánat. Nem gondoltam volna, hogy betelefonál. Ez
Ez itt a Best of Morning Show. Azért maradtam egy picit csöndbe, mert gondolkoztam. Hogy? És nézem Ferit egyre gyanúsabb. Mi? Te vagy a kém? Nem te vagy lehetek, a kém? Én nem lehetek kém. Miért nem lehetsz kém? Azért nem lehetek kém, mert a kém az álcázott dolog. Mert... az egy álcázós történet. Te vagy a kém? Hát ha valaki kém egyébként itt... Te maradtál, Jani. De, te nem, vagy a kém? Nem, adás... nem én Jani kám. De mégis játszunk el a gondolatot. Hm. Miről van szó valójában? Arról van szó, hogy majd ide hozzánk beépül egy titkosszolgálati munkatárs, és figyeli, hogy mi mit csinálunk, hogy igen, aztán tudjon jelenteni? Így van, jön egy új, hát ez érdekes, új melós, valamilyen pozícióra, akit beültetnek itt, és azt mondják, hogy ezentúl ő a nem tudom kicsoda, és egyszer csak, tehát amikor itt sunyogva oldalt néz, látod, hogy ez... Hogy fordítva van a kezébe a magyar nemzet. Na már, akkor játszunk el a gondolattal, új ember jön ide, aki titkosszolgálati ember lesz, vagy egy régi embert szerveznek be. Ugye nem mindegy. Egyáltalán nem. És csak meg, hogy ki kezdett el mocorogni? Az ül azonnal fel át a rébet. Tehát... tehát hogy van ez? Azt nézem, hogy ma gyanús-e valaki ma reggel. Szerintem... de nézlek benneteket, egyelőre nem viselkedtek gyanúsan. Zsül ezzel a fura járkálással egyébként egy kicsit egyre gyanúsabb. Az a leggyanúsabb, egyre aki gyanúsabb, nem gyanús egyáltalán. Hogy néz ez ki a valóságban? Egyszer csak itt reggel megjelenik nálunk majd valaki, és azt mondja, jó napot kívánok, Horváth Ádám vagyok, a kém. Hát ezt nem mondja szerintem. Miért pont Horváth? A feleségem is Horváth, ez nem Horváth. Jó, Horváth. Akkor. Kis Ernő vagyok. Vagy Nagy Péter. Én vagyok a kém. Vagy Damjanics Jár. Igen. Én vagyok a kém. De mondja, hogy ő kém. Hát csak nem mondja. Na de várj, hát most ide hozzánk be kell, hogy jöjjön. Akkor azt mondja, hogy jövök kávét főzni. Szeretlek benneteket, minden nap kávét fogok nektek főzni, és friss süteményt fogok hozni. Mi ennek megölni? És minek jönne ide? Hallja, hogy mi történik a rádióban. Azt akarja hallani, hogy mi történik megszólásokon kívül. Hogy mit, igen, hogy mi történik valójában a rádióban. Mi történik valójában a rádió, mert azt hallhatja a kém, hogy itt mi most miről beszélünk, mert adásban beszélgetünk. A kém tudni akarja, hogy mi történik megszólásokon kívül. Vagy beépül egy titkosszolgálati, úgyhogy nem titkos, én tudom, hogy ő a kém, de ő nem akarja, hogy tudjam, hogy ő a kém. Vagy akarja, hogy tud, hogy ő a kém, csak közben ő úgy érted, hogy milyen nehéz ez? Illetve, ha mi nem itt geggelünk, hanem mondjuk elmegyünk haza, és ott, akkor elviszük magunkkal, hogy ott is hallja, hogy miről beszélünk? Ugye nem mindig itt történik az a műsor előkészítése, a másnapi témák megbeszélése, telefonon beszélgetünk, jövünk, megyünk, ugye? Hát egy csomó minden történik. Jön majd, és ott ül mellettem az autóba, és hallgatja, hogy miről beszélünk? Az a baj, hogy dolgozz csak, Balázs, dolgozz csak, én csak itt vagyok, jegyzetelek, nem csinálok semmit. Elmehetek veled hazáig. Én közben beszélek a Lacival éppen arról, hogy mi lesz az adásban, és jön velem. És most kimondtad a nevet. Ne, a Laci a szerkesztőnk, a kém nevét nem tudom. Laci a szerkesztőnk? Egyáltalán Lacinak hívja a szerkesztőnk? Valaki mostanában gyanúsan viselkedett, lehet ő a kém? Vagy ők most kezdenek majd el beépülni hozzá. Ki az, aki állandóan hangfelvételeket hallgat ebben a rádióban? Hát hiszen a kémkedésnek az egyik alapvetés a rögzítés. Hát ki az? Nézzél oda. Bizony. Ott a kém. Neki mindene megvan. Nem bízom bennetek. Figyelj, Anna reggel sokat telefonál. Anna nagyon sokat telefonál. Lehet, hogy ő a kém? Ő az, aki viszi az információt? Ki a kém? Te vagy a kém? Nem én vagyok a kém, azt is megmondom, hogy miért. Ez igaz, hogy én éjjel-nappal telefonálgatok, viszont semmilyen info nem megy át rajtam, hiszen telefonálgatok. Hiszen tehát mit mondjak sem a hallgatok telefonba? Ez is igaz. Milyen infót? Hiszen nem vagyok köztetek. Egyébként tudod ki a kém? Én rájöttem. Az Antal Vali. Ritkán jön, két hetente jön, itt ül utána tízig. Egész fura, nem azért mondom, tízig itt ül. Ugye? Mert múltkor megkérdezem, Vali, nem hívtunk neked taxit? Nem, nem, csak itt üldögélek. Tehát mindenki legyen gyanús mindenkinek. Most miért vagytok csöndben? Ja, én csak azt hiszem, hogy az egyik hallgatott fekete listára rakom. Szóval te vagy a kém. Szűröd a tartalmat. Vagyis cenzúrázol. Természetesen. Ő a kém. Az ellenzéket. Most nyírom ki az ellenzéket. Hello, Csabi! Jó reggelt. Én vagyok az? Nem tudom. Gyanús ez a fekete póló. Még én sem. Valaki megkereshetne. Hogy lesz valaki titkos szolgálati kém, ha ő elmondja, hogy én jöttem azért, hogy figyeljen? Holnaptól kezdve nem titkos szolgálat, hiszen tudom, hogy ki ő. Nem mit tudod, véd? De hogyha Csabinak véd, a testén vagy... találunk valahol egy 3x3-as tetkót, akkor azért az gyanús. Téged véd, vagy másokat véd tőled? Ez is egy jó kérdés. Ez is egy jó kérdés. Mi ez itt? Mert ha téged véd, akkor el kell, hogy mondja, hogy ő azért van itt. Ha másokat kell megvédeni attól, amit te mondasz, vagy teszel, akkor nem fogja elmondani, hogy ő azért jött. Hm. Van valahol egy hely, ami titkos kémképző? Hogy lesz valaki kém? Az egyik kém tudja a másik kémről, hogy ő kém? Nem, csak ha kémked után.
Mi van, ha két kémkedik egymás után? Az már. De mindegyik jól leplezi, hiszen akkor... ők kiképezték, és a két kém nem tud meg egymáson információt, szerint én is kém vagyok, te is, és egy akkor... ilyen megoldhatatlan örök fura helyzetbe kerülnek, ha semmit nem tudnak meg a másikról, hiszen mind a kettők. Ez egy olyan paradoxon, aminek az a következménye, hogy kioltják egymást, tehát hogy a kém kémkedik egy kém után, akkor az kémkedés. Nem kémkedés, mert hogy a tolvajtól lopsz, az nem bűn. Így van. És mi van, ha a kémet annyira jól kiképezték, hogy ő se tudja, hogy kém? Na ez az. Ugye? Na akkor mi van? Maga a kém? Nem. És tényleg nem. De ő a kém. De maga sem tudja, hogy ő a kém. Okos. Hamarosan megérkezik telefonos applikációra Harcosok Klubja applikáció tölthető le. Kérem szépen, Harcosok Klubja applikáció. Ez arról szól majd, hogyha valaki verekedni akar, és van neki Harcosok Klubja applikációja, akkor ez olyan, mint amit a gay radar, hogy megnézed, hogy van-e meleg a közeledben. Aha, ez most megnézed. Miért? Hát ugyanígy működik a gay radar, ugye, hogy megnézed. Én hogy... miért nem tudok ilyen példákat felhozni, vajon? Miért? Mit csinálja? Mert ortodox, hetero vagy? Nem, már nincs baja, semmi baj. A melegekkel a gay radar az arról szól, hogy te meleg vagy, megnézed, hogy mit vagy Debrecenben, hol van a legközelebbi meleg a közeledben. Van ilyen, és akkor 600 méterre tőled ott van a legközelebbi meleg. Ráüzensz azt, hogy itt ülök 600 méterre, nézze vissza, visszanéz, tetszel. Ez nekem nagyon tetszik. Ez a gyíradat. Nem ismerted? Ne. Hát ez olyan, mint a vitamin. Nem bánom. És normálban nincs ilyen. Dehogy nem. Hát ott a Tinder, ott egy csomó minden van a normálban, ami arról szól, ugye, hogy megnézheted, ki hol van, mit csinál és mennyire van tőle. Tehát van már egy csomó ilyen. Kinek van most bekapcsolva a gyíradarja? Mit jelez? Na mit mond? Megnézem. Hogy hívnak, nem mondtad a nevedet? Laci. Laci. Várjál, Laci megnézem. Jani kérdéséről mit jelez? Laci rámutatott Jani. Nem mondtad. Várjál, visszalájkollak. Te is fönn vagy. Na, de nem erről akarok beszélni. Harcosok Klubja applikáció. Na. Ez arról szól, hogyha verekedni akarsz, valakivel legálisan, úgyhogy ő is benne van a bunyóban, és nem arról szól, hogy nyilván kinézel egy gyengébet, az jó megvered, mert az ugye nem szép dolog, akkor megnézheted, hogy esti bunyóra ki az, aki a közeledben van, megbeszélitek, hogy hatkora izé bár a kacér gilisztához előtt, lementek. Úristen, ez nagyon hol? Ez honnan? Ez Peterdi Pál volt. Jó, hát én is nézem a mikroszkopszimot. És jó hülyére verjük egymást. Szeretjük ezt az applikációt, vagy értelmetlen? Szimpi. De elmennétek egy ilyenre? Verekedésre? Én valószínűleg nem, én valószínűleg félnék. Tehát én képernyős vagyok, nekem kimélni kell az arcomat. Hogy csak te miatt nyilván. Képernyős vagyok. Annyi meló van ebben az arcom. Kimélni kell az arcom. Csak de nem rossz. Van ilyen csak testre. Te úgy mennél. Hát lehet, hogy bele. Egyébként tényleg. Ugye? Ki kivel verekedne szívesen, tessék, ha egy ember lenne, drága Debreceni. Kivel? Van ellenség? Van, akivel úgy szívesen megmérkőzni? Akivel úgy jó lenne, Isten igazából birkod? Pontosan egy barátom, aki nem adta vissza még a pénzt, amivel no. Tartozik. Mennyivel tartozik? Ó, nem sokkal, csak egy ötössel. Hogy hívják? Robi. Robi, meg leszel keresve. 5000 forinttal tartozik? 5 millió. Hát elmentünk bulizni még vagy 2 éve. Igen. Aztán még azóta azt mondja, hogy ó, majd ha kapok fizut. Mondta, hogy nem akarom fölváltani a 10000-esemet, nem adjál már így ezt, ugye? Csajok esetleg valaki, tessék, kivel? Na, kivel mérkőznétek meg szívesen? Kit tépnél meg nagyon szívesen? Tegit. Ő mellett? Ja, jó, vár. És mi a baj vele? Nem tudom, néha idegesít. Most ti barátnők vagytok? Mert egyébként itt tök jól áldogáltok egymás mellett. Barátnők vagyunk amúgy, igen. És Dizsiben összeverekedtetek? Igen, volt, már igen. Mond valamit, és nagyon felidegesít vele. És akkor verekedtek egy jót. Igen. Hát erre jó az alkalmazás. Te fizetsz. Igen, az a szó megint te fizetsz, igen. Jani, neked valami, amit sose használtál, most én is nézem a sajátomat, olyan, amit letöltöttél, de a büdös életben nem használtad. Mondj egyet, tessék. Van egy ilyen spórolós applikáció. Ne, ne hülyéske! Miért gondoltam? Itt van például ez az alkalmazás is, ami le van töltve nekem. Tessék, hát ezt mennyit használtam? Hurkaradar.com. DJ Dominik. Ja, DJ Dominik alkalmazása. Ne csináld már. Hurkaradar. Azt én orral csinálom, apukám. Nekem ahhoz nem kell telefon. Találd meg a kóbász, hol van a közelben. Igen, hol van a közelben. Jelesd be, hogy a Csabai vagy Gyulai. Sülcsász. Új, de finom. Te és a DJ Dominiknek minek van applikációja? Új kobak kendő eladó? Vagy mi? Tehát most komolyan. Nem tudom, ott vagy benne, vagy nézd meg. A legizdább alkalmazás, amit én találtam, nincs letöltve, mielőtt azt gondolnátok, csak egy ismerősöm elküldte, I am rich alkalmazás, ami arról mit szól, csinál? Hogy gazdag vagyok, 100 euróért letöltött, 100 euróért, és ott van a telefonodon, hogy I am vajon rich. Vajon miért nem én találok ilyen alkalmazásokat? Toilet time a WC-zési időt méri. De mi, ahogy beüt, paf? De miben különbözik a stopper? Én bemegyek a budira, nyomok egy időt, és méri, hogy mennyit ülök a budin? És amikor kijössz, akkor nyomsz még egyet. És akkor heti összességben megnézhettem, hogy mennyit ültem? Igen. Az menő egyébként.
Az éves menő. Szinten hány napot voltál? Igen, persze, és hogyha a ketyegését az vagy... A legostobább alkalmazás a Tamagó nevű játék. 1 milliószor kell egy tojásra ütni, hogy a végén kinyíljon. Ennyi. Sem ennyi. 101 szexpozíció. Mire megnyitnám, már túl vagyok a témán a feleségem, mert ez Balázs Kocsák. Van ilyen, hogy 101 szexpozíció. Gyerekek. Scooter alkalmazás. 1 euróért üvölt minden gondnyomás. Ez jó. Tényleg, megnyomod egyre és üvölt, hogy scooter. Nekem van Stevie Wonder szimulátor. Az egész csak egy nagy fekete képernyő. Ha használom, mindig megnyugszom. A Best of Morning Show. Kaptunk egy e-mailt, amiben látható egy rádióstúdió. És a rádióstúdió az abszolút rendben van, viszont érdekes a dolog, mert hogy ott ül két faszi, akik rádióműsort készítenek, és van ennek a rádióműsornak, ez egy reggeli rádióműsor, és van ennek a rádióműsornak egy logója, egy kis arcocskája, ami a Morning Show-nak egy az egybe a napocskája fülhallgatóval. A mi logónk. A mi logónk. Az így ő logójuk, ami ugyanúgy sárga, fekete. Sárga, zenét hallgat, mosolyog, egy az egybe a mosolygós Morning Show-s jelet, azt ők levették. Nem de nem mondod. Is változtattak rajta semmit, hanem ugyanúgy föltettek rá egy fülest, és úgy egy az egybe átmásolták. Mondod, hogy már a témáink után a logunkat is lopják. De ez nem egy... ez nem egy magyar rádióműsor, ez a rádió egyébként Belize-ben van. Hmm. Hogy tetszik mondani? Belize, Közép-Amerika. Aha. Egy hely, ahol soha nem jutsz el. Hát sosem lehet tudni, csak forgattok ott egyszer valamit. Egy hely, ahol nem fogsz el. De nagyon vágyok oda. Igen. Belize-ben van ez a hely, és egy az egyben gyerekek lenyúlták a logónkat. És a neve a műsornak az más legalább? Hmm. Vagy az is? Nem tudom, mi a neve. Uh-huh. Morning Show a neve? Mutasd? Nem mondod. Ott van a napocska alatt, a jobb sarokban a napocska alatt. De a Morning Show feliratot is lenyúlták. Tehát a feliratot, a fülest, a napocskát, mindent úgy, ahogy van. A Morning Show ugyanazokkal a betűkkel, ugyanaz a betűtípus, ugyanúgy mosolyog a napocska, és egy füles van rajta. Oh, és Morning Show-nak hívják a műsor. Az eszem meg a Balázs Feri Jani, a három műsorvezető. Egy Ferihez hasonló forma ülott egyébként. Igen. Csak Belis csak Feri. Belis Feri. Csak már a technikus nem Zsül, hanem Juan. Igen. És arcátlanul, szemtelen módon ők lenyomták. Sugar City Morning Show. Ez a nevük egyébként. Lenyúlták Sugar City a logónkat és a műsor nevét. Na most megnéztem, hogy ők egyébként, ezt egy hallgatón küldtem, mióta működnek, és ez egy éves műsor körülbelül, vagy másfél éves. Akkor... Tehát előbb voltunk. Az eszem megáll. Figyelj, nem lehet az, hogy egy egykori kollégánk, aki nagy délrel durral távozott, mondjuk én a csatornától, létrehozta a konkurenciánkat Belize-ben. Tehát Belize-ig menekült innen. Elvitt mindent, ami... Elvitte a Knopfhoff-t. A Knopfhoff-t. A Knopfhoff-t elvitte tőlünk? Mert ez az. Hogy innen elment, igen. Elvitte a Knopfhoff-t. Tehát egy régi kolléga, aki fölmondott, és elment Belize-ben. Így van, Belize-ig meg se állt, és ott azt mondta, hogy gyerekek, ez most már elég messze van a föld másik oldala. Hm. Gyakorlatilag miért ne csinálhatnám meg? Ez van Knopfhoff, azt hagyd menjem. Laci, megvan a Jenő száma? De tényleg komolyan mondom, hát sok mindent gondoltam a Jenőről, de azt, hogy ezt megcsinálja, hallod. Hogy eladja, elviszi a logónkat és értékesíti nemzetközi rádiós piacon, hát azért most ezt komolyan mondom. Ugrod be véletlen, hogy. Azért ezt komolyan mondom, tehát ezt kikérjük magunknak. Támadjuk meg őket. Igen. Ez a minimum. Üzenjünk nekik adat. Figyelj, mekkora ország Belize? Picike. Keresem nem túl nagy. Nem nagy. Én picike. Azt mondja, hogy már keresem is, azt mondja, hogy... Nagyon pici. Figyeljetek, olyan 318 ezer fő. Hát az. Dolgozik ott. És nagyon szeretik a reggeli műsornak a különböző rovatait, és ott dübörög például a MCDC, Kassa TV. Fekete-fehér, igen, nem. Igen. Van egy helyi pákoljuk, és van egy helyi polgárpetiük, és írogat. Figyeljetek, alkotmányos monarchia, második Erzsébet királynő az államfő, ott és is. Tényleg nem túl nagy. Ott is, igen, ez egy egykori brit gyarmat, és azt mondja, hogy diplomáciai kapcsolatban. Figyeljetek, Magyarországnak jelenleg nincs nagyköveti akkreditálása Belize-be. Aha, akkor le kell rohanni. Akkor háború? Szerintem. Akkor harc? Mi van, írunk nekik egy levelet? Csak kíváncsiságból, hogy reagálnak-e.
Dear Morning Show. És aláírás Morning Show. Dear Belize. Dear Belize, Dear Morning Show. Megírjuk nekik, hogy ez a lopásnak is egy sokkal arctalanabb formája, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva. Ezt most komolyan írjuk. Becsatoljuk a mi logónkat, és megnézzük, hogy mit lépnek rá. Csak csupán kíváncsiságból egyébként egyben hadüzenetet is megfogalmazunk, hogy ha és amennyiben a logót nem változtatják meg, akkor országunk egy mindent elsöprő támadást indít a beliziek ellen. És egyben hadat is üzenünk nekik. Figyelj, ott jó idő van Belizben. Persze. Kell, ilyen télen lesz hova menni. Nem? Uh-huh. Ott is forint, itt is forint. De ők, hogy találták meg ezt a logót? Tehát, hogy ők kutattak, megnézték, hogy van-e Morning Show, beütötték a Google, hogy Morning Show, kijött a mi oldalunk, megnézték a logót, és aztán, hogy jó, messze van Európa, csináljunk akkor egy hasonlót, vagy nem hasonlót, egy ugyanolyat. Hát lehet, hogy ők is úgy voltak vele, hogy elkezdték sorolni ezeket az országokat, amikről még hallottak, és akkor nézzük, ki maradt. Magyarország. Nyújjuk le az ő Morning Show, nyújjuk le az ő reggeli műsoroknál. Melyik a legnépszerűbb? Igen? Jó, akkor nyújjuk le az ő logójukat. A kutya nem fogja rajtunk keresni. De egy hallgatón kiszúrta, és elküldte nekünk. Az ő műsoruk egyébként nem annyira régi, tehát egy éve vagy másfél éve léteznek ők, mint Morning Show, ugyanezzel a névvel és ugyanezzel a logóval. De nem egy régi műsorról van szó. Kirajzolta a mi logónkat. A rádió azt hiszem 2013 óta van. A kinti? Igen. Aha. Tehát maga a rádió is 2013. A rádió, de egy éve van a műsor. Tehát éve megkérdőjelezhetetlen, hogy a miénk az a korábbi. Hibátlanul látott, Feri. Ki az, aki csinálta? Matematikai számítás után ez egy elképesztő következtetés. Nem lehetett hozni vele. Tehát nem tudok az érveid ellen érveket felmúltatni. Nem marad betömetlenluk az érvelésed. De benetes, hogy ha 2013 óta van a műsor, a mi műsorunk előbb volt. Ez, ugye? Ezt kell leírni a levélbe. Ugye, miénk hogy előbb? Kiszámoltuk, rájöttünk, nagyon nehezen, de és a mi műsorvezetőnk megállapította, hogy előbb volt a mi műsorunk. Így van. A másik két műsorvezető pedig ezt alátámasztja. A biztosítékot csatoltuk 2015-2013 2. Így van, tehát felállt az egyenlet, vagyis előbb létezett a mi műsorunk. A mattekkal vitatkozottok, köcsögök. Akartok-e háborúba keveredni az országunkkal, vagy pedig egy kapituláltok, beismeritek, hogy loptatok, és azonnal megváltoztatjátok a logótokat. Vagy most fizettek. Én azt gondolom, hogy lenne esélyünk. Pénz. Hát ne menjünk el emellett. Rohanjuk le őket. Kiket? Mit? A sokba kerül, háborúskodni sokba kerül. Zsaroljuk meg őket, és adjuk meg egy bankszámlát. Nem, időbe kerül háborúskodni. Tessék? Nem, hát érted, mert idő kell hozzá, amíg a Dunai Flotilla maradványai leúsznak egészen a Fekete-tengeri deltáig, akkor ugyan, jó, és akkor valahogy átcsekkolunk a földközi tengerbe, onnan ki a óceánra, áthajózunk és lerohanjuk őket, nem számítanak rá. 2,5 év múlva ott vagyunk. Hallod? Szerintem csináljuk. Várjuk meg, amíg még megszerelik azt az egy Grippent. Tehát küldjünk fotókat a magyar Grippenekről. Így van. Küldjünk fotókat a Dunai Flottáról. Csináljunk egy fotót magunkról, hármunkról fegyverben. Ezt küldjük el nekik, hogy vagy fizetnek, vagy találkoznak a seregeinkkel. Ennyi. Egy Grippennel, a Dunai Flottával és velünk. Hát küldjük el néhány információt a győztes csatáinkról. Nem vissza sok kell, volt. Igen, vissza kell nyúlnunk még egészen hunyadék, de... Igen, az elmúlt 500 évből azért sok mindent nem tudunk felsorolni. Valahogy mindig a rossz oldalon álltunk, de... Úgy akartok járni, mint a terek? Nándorfehérvárnál? A bides terek? Így van, hát egészen 1456-ig kell menni. Még Mátyás azért büszkélkedett, utána már szerencsétlen csillagzat alá kerültünk. Azt akarjátok, hogy Beliz legyen a következő Rigó mezőr? És egyben szemtelenül a levél végére csatoljunk egy bankszámlaszámot. Miből élnek a beliziek? Mit csinálnak? Nézzem már utána. Lopásból! Ha látod! Azt látom, hogy cukrot és banánt termesztenek. Egy évre biztosítják a gyermekeink banántermését. Küldnek nekünk 6 tonna banánt. Nekem cukrot. Hát Janinak meg cukrot. Neked 4,5 tonna kristálycukrot. Így van, 2 évre. Vagy pedig ott termesztik, most nézem, a mahagoni fát is. Aha. Na, az drága. Akkor én meg vagyok. Így van. Én meg vagyok. Akkor megvan belőle. Én küldök egy képet a házról, és azt mondom, hogy 4 tonna mahagóni fa, meg egy burkoló tőletek. Jó. Megcsináljátok a házat mahagóni fából. Nekem ez szimpatikus. Te megkapod a cukrot, így Feri van. Megkapja a banánt. És lesz egy saját, mondjuk egy 12,5 méter magas
Mahagóni Sebestyén Balázs szobra Dél-Budapestnek! Amit fel is avatok. Egyedül leszek az avatáson, lerántom róla. Ha leplet, nagyon örülök neki, csinálok egy-két fotót, majd megeszem a pogácsát és a langyos ásványvizet, ami van az ilyen avatásokat. Mahagóni, banánt és cukrot. Akkor szerezzük meg a Belizi Rádió elérhetőségét. Igen. És térdeltessük le őket. Menjen az e-mail. Menjen az e-mail. Jó. Mit írunk bele? De tényleg? Fegyverbe szólítjuk őket? Hát szerintem igen. Igen. Szerintem egy hadüzenet. Mondjuk hivatalos képviseletünk nincsen ott. Nem, elküldjük a briteken keresztül elküldjük. Mert ők kapcsolatban vannak velük. Jó? Jó. És még az internetes oldalukat is azért megtámadhatnánk. A Zsüliért az ilyen cyber dolgokhoz. Kicsit megtrollkodjuk az oldalukat. Ha bemész ott, nagyon akkor a miénk jön föl. Nagyon jó ötlet. Figyelj, azt is megcsinálod, hogy ha esetleg van Belizi magyar előfordulat, magyarok mindenhol vannak a világban. Mindenhol ott vagyunk. Ha van Belizi magyar hallgatónk, akkor ő elmehetne, azt bekobokhatna. Azt jelezhetné nekik. Jó, meg nyilván benne van a pakliban, hogy mit tudom én, hogy nem tudom, hogy Beliziek mennyire barátságosak, vagy barátságtalanok, lehet, hogy valami bántódás esik, de akkor ő lesz, ami mártírunk. Akkor élesz fogunk harcolni. Van támadni, ő lesz, ami hősi halott. Így van. Jó, a héten megírjuk a levelet nekik, jó, szerintem ma vagy holnap elküldjük, és megnézzük, hogy mit reagálnak. Barátságos levéllel induljunk, hogy sziasztok, észrevettük. Egyik műsorvezetőn kiszámolta, mi előbb voltunk, és vagy azonnal egy teljes kapitulálásra való felszólítás, hadüzenet, becsatolva az elmúlt 500 év, vagy az elmúlt 800 év, Gripen nem lehet Dunai flotta, és azonnal az támadunk. Azonnal nem lehet puha az elején, mert ugye így kezdett, hogy így nyilván van. Véletlen. Visszavonást kérünk, banánszállítmányt kérünk, hajlandóak vagyunk egyezkedni, ahogy most a görögök egyezkednek az Unióval, vagy teljes megsemmisítéssel támadunk. Tehát meg ki kell találni a stratégiát. Jó, nagyon mit jó. Mit akarsz elérni? De feltétlenül megadást használjunk ki, vagy kapitulálás szó helyett, nehogy félreértsék, a Gripen pilóták és katapultálják. Igen. Ki közvetítse a hadüzenetet? Feri, ő a legnagyobb álmunk. Hát nem tudunk Belizi. Hallod, de most én oda megyek, hát semmi tekintélyem nincsen. Körben honnan tudod? Lehet, hogy a Belizeknél szent vagy. Mondjuk az is lett visszatért, érte. Igen. Visszatért az Isten. Tudod. Mi van, ha becsatolunk egy videóüzenetet? Fuck off! Legyen egy ilyen. Írj egy hallgat, az jó, hogy a hadüzenetek a szövegét, csatoljunk egy videóüzenetet, és Pákóval mondassuk föl angolul, hogyha nem veszitek le a logót, ha használtok el, megtámadunk benneteket. Vagy mondjuk el, mondassuk el vele magyarul, hogy teljesen összezavarik őket. Ez érdekes. Aha. Egy magyarul de beszél. De Közép-Amerika. Igen, és aláírja, feliratozzuk angolba. Vagy elküldjük, megkérdezzük, jöjjön be és Pákóval felmondatunk angolul egy videóüzenetet. Hogyha nem, hagyjátok abba a logó használatát, figyelj, és nem küldtök banánszállítmányt és cukorszállítmányt, megtámadunk benneteket, nem, banán és pálko, az nem, nekem az nem tetszik, az nem egy olyan szimpatikus, az ne arra is tudom, de nincs, nem, nem. Banán dobálunk a Pákónak, és ő összeszedegeti, nem így mint a foci meccseken, hanem kérünk tőlük banánt és cukrot. Az nem jó, ha Pákó kéri a banán. Nem, az nem, annyira nem, mert még, nem mindegy, hagyjuk. De nem, hát ő a mi rovatunk, használhatjuk. Hát a banánt és cukrot most a dohány termesztenének, Pákó dohányt, most a banánt, akkor banánt kérünk. Közép-Amerika. Igen. Egy jó latinos kell találunk. Bőn bácsi sajnos már nincs köztünk, tehát ő már nem, meddig ő volt a legjobb latinos az országban. Igen. Timeo Daniel Szent Donna Ferenc, ugye? Ahogy mondta Bőn bácsi. Van vetve. De ki van még itt olyan latinos? Mondjuk a Csordás Tibi Hex Fiesta. Jó, akkor legyen egy Csordás Tibi videóklip, legyen a Pákó hadüzenete, és álljunk mi ott hárman. Ez nem lenne jó a Pákótól? Minden fogtok hallni. Fordítsák le. Ha belájkolom őket, kitagadtok, kérdezik. Hát egy kicsit rosszul esik. Hát, azért egy oda is. Nagyon sokan, ne vigyük azért fel a látogatottságot, tehát most 896-an kedvelik őket, azért olyan nagyon sokan. Vagy menjen rá mindenki. Egyébként csináljuk már meg nekik. Oké, menjen rá mindenki. Beliz Morning Show, hogy beütitek Beliz Morning Show Facebook oldalra, megtaláljátok a Google-be, és kezdjétek el lájkolni. Meg is vagyunk. Na. Megvan a sztori. Fel kell hoznunk őket, de tényleg nagyon komolyan. Igen. Like számukkal. Utána megy a levél. Amikor már elhiszik magukról, hogy mennyire megy a műsor, és utána menne a levél. Amennyiben. Jó. Amennyiben. Elszipkázok előlük a hallgatókat. Most 896-an vannak. Tönkre tesszük a rádiót. Akkor 3-4 napig lájkoljátok őket. Adjunk időt ezen a héten, nézzük meg, hogy mennyire tudjuk feltornázni a Belizi Morning Show-t. Jó? Már 954. Jó? 10%! Do you want war? Kérdezi van. Háborút akartok? Hungarian Morning Show is the best?
Na, lehet, hogy gond lesz. Mi? Miért? Lehet, gondoltam a Belizi sztorival kapcsolatban, most több is van. Megírta itt a kedves hallgatónk, hogy 18,6% volt a múlt héten a kedvelések száma, most jelenleg 4054,5%. hogy ezzel csak az egyetlen baj, hogy nehogy a fejükbe szálljon a dicsőség. Nehogy a fejükbe szálljon a dicsőség, de tisztázzuk, hogy melyik Belizi Morning Show-t kell most megtámadni, mert hogy több is van. Vagy hát legalábbis mindenkit fel tudunk hozni. Mindenkit fel tudunk hozni, csak nem szeretnénk, hogy a szőnyegbombázásunk esetleg ne érjen teljesen célt, és két része szakadjon. Ezért azt keressétek, akik Sugar City Morning Show-nak hívják saját így magukat, van. Mert hogy ők nyúlták le a logónkat. Hogy ők most ugyanaz a csapat, mint akik egyébként csak Morning Show Belizként vannak a Facebook oldalon, nem tudjuk, minden esetre a Sugar City Morning Show-t szórjátok meg, ezt üssétek be, vagy keressétek a Facebookon, hogy Sugar City Morning Show, és ők azok, akiknek egyébként 1100-ról a kedvelésük már 2800-ra ugrott pillanatokon belül, de közben nem, már 3024, de közben hallgatóink a sima Belizi Morning Show-t is elkezdték megszórni. Őket egyelőre ne bántsátok. Mert vagyunk 300 000. A Sugar City Morning Show-t kedvejétek. Tehát vagyunk 300 000, és meg tudjuk csinálni azt, hogy az összes Belizi médiummal elhitetjük azt, hogy irgalmatlan jók lettek minden különösebb átmenet nélkül, és utána pedig kirántjuk alóluk a szőnyeget. De hogy mi csak a Sugar City Morning Show-t szeretnénk egy picit megfenyíteni. A Sugar City Morning Show oldalára fölmentek, ott nem látjátok a logónkat, amikor ők videókat mutatnak, vagy bejátszásokat adnak, akkor teszik föl a logót a képekre, és mint felirat, mint inzert úgy használják, ott azonban teljesen egyértelműen, ezt mi becsatoltuk a Facebook oldalunkra, tehát meg tudjátok nézni. Nagyon fontos, Sugar City Morning Show Belize Facebook, ezt üssétek be a Google-ba, és megtaláljátok őket, 3024-en vannak, reggel még 1000 valamennyien voltak, úgyhogy elindul, és már 3300, és megy az üzengetés. Gyémánt és Monka is fönt van, Barocsi István. És nagyon jó, aki belájkolt, az a régi képek alá is írogat, és lájkolják a régi képeiket. Zseni. Igen, minden Sugar City-ben működő cég náluk fog hirdetni, ha meglátják a like mennyiséget. Na. Multimilliómosok lesznek. Olvasom ezt már a kinti Belizi Sugar City Morning Show Facebook oldalán egyébként, és csak magyar nevek, azonnal rengeteg megtekintés. Ők ma reggel bemennek, még alszanak szerintem, hiszen ott ilyen 3 óra lehet. Nem fogják elhinni, hogy lettek 1000-ből már mindjárt 4000-en. Jó? Úgyhogy Sugar City Morning Show, kicsit még, már 3600, kicsit még kedvelgetjük őket, és utána megy a levél. A teljes Gripen arzenállal, Dunai flottával, felszólítással és a logóról való lemondatással egyértelműen. Mindenképpen meg kell néznünk, hogy hogyan most a Belizi dollár. Nyilván szerintem nagyobb mozgás van, mint Görögországban. Ott most nagyobb mozgás van. Azt most hirtelen nem értik. Mi történt? Úgyhogy... Figyelj, ha felhozzuk egyébként őket úgy, anyagilag is, mert hogy az összes Belizi cég őket fogja támogatni, akkor abból is csúrran cseppelt valami. 10% jöhet, hát mi? Nem. Igen. Onnan is kérünk majd egy kicsit. Persze, rámegyünk a merchandisingunkra, mindenre. Most először felhozzuk őket, és utána szépen elkezdjük megsemmisíteni a rádiójukat. Megy az arról, befenyegető levél. Hihetetlenek vagyunk. Fotókat küldünk. Végre Donald Trumpot, Soros Györgyöt játszhatunk. Azt cserélünk, amit akarunk. A Best of Morning Show. Mi újság a Sugar City Morning Show-val? Hát, hogy állunk? Jelen pillanatban. Na. Leadták-e már a forgalmit? Visszaadták-e már a logónkat? Mit szóltak a linkekhez, amiket kaptak? Hogy állunk? Nézzük a puszta tényeket. Először is. Az elmúlt 24 órában 7143 új kedvelés történt az ő oldalukon, ami azt jelenti, hogy 64.836,4%-os emelkedés van a korábbiakhoz képest. Nagyon érdekes a dolog, mert hogy ugye most jelenleg 7.293-an kedvelik az oldalt, ebből 7.143 az új kedvelés. Ez azért fura, mert hogy több mint 800-an voltak már fönt akkor, amikor mi elkezdtünk a témáról beszélni. Következésképpen vagy 700-an annyira betoltak, valószínűleg hogy elmenekültek. Az idegen nyelvük számukra értelmezhetetlen, de nagyon fenyegetőnek tűnő üzenetektől, hogy ők már unlike-olták, dislike-olták az oldalt. És eltűntek, igen. A régiek közül. Ugye kiderült, egy hallgatónk elküldte, hogy az is érdekes egyébként, hogy ő ezt hogy találta meg. Tehát igen. Az nagyon keménynek kell lenni, hogy egy Belizi rádió, egy közép-amerikai rádiónál te megtalált, hogy használják a logónkat. És tegnap is többen kérdezték a újságírók, hogy jogi útra tereljük el a dolgot, mit csinálunk, semmit, rögjük az egészen. Viszont totális támadást indítottunk a Sugar City Morning Show Facebook oldalán. Nem így terveztünk, de hallgatói megelőztek bennünket. És arra kértük őket, hogy lájkolják az oldalt először, aztán majd mi elküldjük
az írásos felszólítást, hogy vagy hadüzenet, totális letámadás és cukorrád ültetvények lefoglalása és banánszállítmányok, hát hogy is mondjam, enystandolása, vár rájuk, vagy visszaadják a logót. Na most hallgatóink megelőztek, mert hogy nemhogy megfenyegették őket tulajdonképpen, hanem felszólították őket, hogy adják vissza a logót, ne használják magyarul, angolul, képeket küldtek, linkeket küldtek, fotókat, és lefektették a Belizi rádiót. Nem, nincs már mit csinálunk, hallgatóink helyettünk megoldották. Egy olyan blitzkriget oltak, egy olyan villámháborút, hogy mi még a hadüzenetet sem küldtük el, amire hallgatóink már befejezték a háborút. Tehát letarolták az egész országot, nem a Belizi netet gyakorlatilag letarolták. És a rádióban valószínűleg most mindenki retteg a további következményektől. De valahogy nekünk ezzel a sztorival sikerült felébresztenünk mindenféle emlékeket a múltból, meg kalandozásoknak, korát, stb., amikor még tőlünk rettegett Európa, és a hallgatóink bebizonyították, hogy ki a magyar, ki a tökös. Mindent belinkeltek, tehát berakták a pákó képét, hogy mind meg fogtok halni. Beraktak a macskajajból, berakták azt, hogy Feri, milyen jó színed van. Beraktak fegyveres képeket, aztán beraktak oltásos képeket. Na most pofázzál, Jóska gyerek, egy nénit egy bézborítővel. De... More ebből baj lesz. More ebből baj lesz. Beraktak egy dobozos sört. Berakta kerti fitness képeket, triceps, ásás, alkar, sarló, mell, olló, hátvál, kapa. Mindent, amit értek, azt belinkeltek. Ha morning show-t csinálsz, nem vetted a logót. Ugye csináltak óriás plakátokat is, igen. Ha morning show-t csinálsz, nem vetted el a logónkat. Így van, igen. Még egy ilyen, és téged hívlak a szökőkúthoz, berakták ugye a srác képét. Jönnek a Gripenek, két srác fut, két magára húzott vadászgéppel, pilóta sisakban. Pákot félmeztelenül, motorom, mind meg fogtok halni felkiáltással. És elküldte nekünk tegnap egy hallgató, hogy ő beírta nekik, hogy bejelölte a Belizi oldalt, és írt rájuk, hogy ők lenyúlták a logót. Mire két perc rá visszaküldték, hogy Oké, hatott a fenyegetés, ők leveszik a logót természetesen, és ez senkire nem tartozik, tehát hogy ne nagyon mondja azért ez másnak, ez az ő ügyük, meg fogják oldani, és nem tartozik, ez nem tartozik senkire. Azt fut a gyáva. Tehát megoldották helyettünk a dolgot, igazából. Most mi akkor ne is írunk levelet? Hát figyelj, ezután nem érzem. Hogy sziasztok, mi vagyunk? Hát már tudják, hogy kik vagyunk egyébként. Aha. Sőt, mi több kaptunk ígéretet, hogy a logót is leveszik. Nem, mintha baj lenne, hogy ők használnák. Tehát hogy egyébként nyugodtan használják, nem vagyunk logóirigyek. Az egész részünkről egy gag. Inkább jól szórakozunk azon, hogy ezt ők így lenyúlták. Tehát nincs ezzel jó, baj. De hát azért valami jóvá tétel, nem? Hát mit tudom én, egy másfél-két tonna banán. Vagy valami érted, kis nálcukor. Megrohad? Aha. Hát akkor küldjék el éretlenül is, mire ide ér, pont jó lesz. Na, berakjuk egy banánérlelőbe, meg egy kis etilengázzal lefújjuk a banánt, ahogy csinálják itt van, és aztán megérik. Jó, akkor... összekapcsolódás, csereüdültetés, ott esetleg nekünk egy apartman. Valaki azt írja, hogy nem ellopták a logót, csak beleasingelték. Nagyon jó. Igen, egy kicsit beleasingelték a logónkat, nincs ezzel baj. Jó, akkor ezt most megoldottnak tekintjük? Ezt igen. Vége van a dolognak? Ezt nem indulunk, vagy nem indítunk totális támadást? Igen, mert a tegnapi napon, hogy elindítottuk ezt a sztorit, akkor szépen fölépült, hogy először csak lájkolják, tehát a hallgatók, szeressék meg az oldalt, és ők ugye nagyon büszkén ott fognak állni, és utána jön a csapás. Igen, erre mindenki egyenként belinkelt képekkel, fotókkal egyéni támadást indított a beliziek ellen. Köszönjük egyébként, hogy nem is kellett benneteket harcba szólítani, de már megindult a totális háború és letámadás. Viszont így okafogyottá vált levelünk, és nincs nagyon miért megírni. Mert megígérték, hogy nem használják tovább a logót. Nekem nagyon szimpatikus ez a tökösség, és szerintem felvett egy olyan lehetőséget, hogy újra megmutathassuk a világnak, hogy kik vagyunk mi magyarok. Megnéztem, és azt mondja, hogy Belize jelenleg, legalábbis a Wiki szerint, mondjuk, hogy a 181. legnépesebb ország a világban, a maga 300 000 a kis 358.899 lakosával, ez 2014. Kevesebben szeptember 20-e. Kevesebben mint amennyien lájkolnak bennünket a Facebookon. Igen. Kb. Jó. Kb. És azért ott azért van még 70 országocska, akik, vagy ahol még kevesebben élnek, mint náluk. Tehát ha esetleg betámadnánk valamilyen okból kifolyólag Abháziát, megnézted 240 ezeren vannak. 240 ezeren vannak? Én szerintem letérdelhetnénk őket is, vagy letérdeltethetnénk őket is. És ha mind a 70-et meg akarod szerezni? Tehát mind a 70 kisebb országot? Hát nem.
És akkor a világbirodalom az úgy néz neki, hogy itt egy 300 ezer magyar, ott egy 200 ezer. Így van, így van. És ott van még, érted, Szamoa, ott van még Hegyi Karabakh, ott van még Grenada, Tonga, érted? Egy csomó lehetőség. Igen. Érdekes, mert azt írták sok hallgatónk, hogy maga a Facebook oldal már elég régóta nekik nem annyira aktív, tehát nem működik. Viszont csodálkozol? Ezek után már, ezek után már nem is. 900 lájkoló van. Viszont a YouTube-ra ők feltöltik az adásaikat, tehát azt kell megnéznünk, hogy ha majd a mai adást feltöltik, akkor ma még kint lesz-e a logó az inzerteken, a feliratokon, ott lesz-e a logó. Mert hogy ők minden adást egyébként azonnal töltenek a YouTube-ra is. Tehát keressetek rá majd a mai Morning Show-ra Belizben, és nézzük meg, hogy a feliratokon rajta van-e a logó, mert hogy ott használták ők a logót. És vajon az adásban bármiféle szintű említése lesz ennek az ügynek? Tehát mondjuk úgy kezdődik a műsor, szerintem lapítanak. Sorry Hungary. Na, jó, azért a levelet írjuk meg, nézzük meg, hogy jó. Mi lesz belőle. Írjunk nekik egy levelet, hogy nincs harag, örülünk, hogy ti is a logónkra akadtatok. Nem jó, is kell, hogy levegyetek. Nehogy már te bocsánatot. Nem, csak egy ilyen barátkozós e-mail, tehát hát a gyerekek, Beliz gyönyörű hely. Csak azért az három darab repülőjegy megérkezik egy vidáman, hogy várnak bennünket egy ilyen gyárlátogatásra, és nézzük meg, hogy készül az ottani műsor, azért akkor kiugrunk. Mexikó a határosak, tehát ez szép, vagy Mexikó mellett annak, szép helyben ez nagyon. Frissen kevert gyöngyöző pohárban piña coládák. Hát, ha piña van, akkor menjünk. A belizinők. A belizinők szépek? Azt nem tudom, nem voltam még. Hát, ha a műsorvezetőkben indulunk ki, akkor... Nekik 6-tól 11-ig megy a műsoruk, ami az jelenti, hogy nem tudunk velük összekapcsolni az időeltolódás miatt, mert hogy ott most éjjel 2 óra van. Senki nincs bent, senki nem beszél velünk. Gondoltunk arra, hogy egyébként kapcsolódjunk össze velük is beszélj meg élőadásban, de nálunk a Csabi van délután, mire ők egyébként adásba kerülnek. Mert ők ottani idő szerint reggel csinálják ugye a rádió műsort. Na, ennek ellenére azért írhatunk nekik egy levelet. Nem? Hát igen, igen. Meg megírhatjuk. Na mondjuk, az a baj, hogy én egy picit azért beleértem magam, tehát, hogy elképzeltem, hogy bemutatják nekünk a középső újjukat, azt mondják, hogy vegyük el, ha akarjuk, az az ő logójuk, és hogy egyébként egy óceán választ el minket, és már elképzeltem, hogy megjelennek majd a belizi légtérben a magyar Mi-24-esek, és majd mondjuk Wagnerre leszőnyek bombázzuk őket, vagy valami. Volt vagy... idő, amikor mi hadat üzentünk az Egyesült Államoknak, tehát belefér. Vagyunk, de ugráltunk már sokszor a világtörténelem, mert volt ilyen, hogy ugye azt mondtuk, hogy akkor jó, hát akkor most hadat üzenünk az Amerikai Egyesült Államoknak. Nézzük meg a levelet, vagy mondjuk azt, hogy vonuljanak vissza seregeink és diszlájkolja mindenki az oldal, hagyjuk ott őket? Á, ne. Nézzük meg, hogy milyen, amikor visszavonulót fújunk és megkérjük seregeinket, hogy távozzanak az oldalról? Nézzünk egy ilyet. Hát igen, de abban mi a figyelmeztetés? Tehát te vagy a Belizi Rádiós tulajdonosa, igen? Vagy a műsorvezetője, egyik nap fölment 8000-re, és másik nap meg visszamegy megint 700-ra. Hát, és eddig sem volt. Vagy akkor a levélben zsaroljuk meg őket keményen, hogy ha meg akarjátok tartani ezt a 7000 embert, amiről akkor tegnap beszéltünk. Aha. Mert kíváncsi lennék, hogyha most mindenki visszavonulót fúj, akkor mennyire tudunk visszajönni. Ott marad a néhány portyázó magyar sereg, hátrafelé nyilazva, vagy a 7600-ból 7000 visszavonul, mert kiadtuk a parancsot, na hogy most, visszavonulás. Na most csak mondom, hogy az a tapasztalatunk, hogy vagy biztos, hogy maradnak, hogy portyázó magyar seregek, mert nem igazán vagyunk nagyon komoly vezérei ennek a seregnek, hiszen gyakorlatilag azt csinálom, amit a sereg megelőzött. Tehát, hogy igen, picit, tehát, hogy ha magyar történelemből indulok, hogy volt már olyan, hogy keresztes hadjáratú gyűjtöttek embereket, aztán Dózsa Györgyféle paraszt felkelés lett belőle a végén, mert hogy igazából nem tudták kielégíteni a vérszomját azoknak a hadaknak. Most érted, itt van, fegyverbe szólítottál egy fél nemzetet. 300 ezer a magyar honfitársunkat, a Morning Show hallgatóit. Most ezek után kell nekik valami. Jó, akkor most hívjuk vissza őket. Nézzük meg, hogy 10 óráig a 7000 portyázó magyarból mennyi jön vissza a nyájhoz. A seregéz. Mi legyen a visszavonulás? Milyen legyen effekt? A jel? Mi legyen? Egy tarzanüvöltés? Az áthallásos, nem? Az nem jó. Na, valami trombita. Nincs valami, de hogy nem. Biztos van valahol egy régi dáridos felvétel a Lagdi Lajcsi trombitához. Nincs nagyon trombita. Na, akkor legyen ez a visszavonulás, jó? De Tarzan ilyenkor támadott. Mi most visszavonulunk? Most visszatámadunk. Ja, jó. Visszatámadunk. Drága hallgatóink, ti a mi kis seregünk, vonuljatok vissza. Hagyjátok ott a Belizi Rádió Facebook oldalát, nézzük meg, hogy hány magyar katonát tudunk visszahívni seregeinkbe. Visszavonulás, jó? Jó? Nézzük meg, hogy hányan tudtok most visszajönni a csatatérről. Menjen vagyunk? 7000? Azt mondja, hogy mondom, egészen pontos adat. 7215. Nálam 7314. Nem, igen? Már 7128, elkezdtünk csökkenni. Meg
Megindult a visszavonulás. Jó, akkor most diszlájk. Jó, rugalmas elszakadás, jó? Gyertek vissza. Taktikai visszavonulás természetesen. Bármikor a máskor újra hadba szállunk ellenük. Nem üzengetünk, nem köszönünk el, nem írjuk meg, hogy visszavonulunk. Álljanak ott értetlenül, hogy hova tűnt 7000 ember. Ha. Jó? Mire bemennek reggel, azt mondják, hogy gyere. Kiadtuk a parancsot. Megint 300-an vagyunk mindkét nap. Ha csökkenünk, 6853. Nagyon jó, nagyon jó. A sereg érti, hogy mit akar a vezér, és mindenki visszavonul. Igazi profik akkor vagyunk, ha azt a 300-at is visszavonjuk, ami volt nekik. Tényleg. És nullára hozzuk őket. Csak mondom egyébként, hogy folyamatosan csökken, 1159,1% mínusz már. Visszavonulás. A kedvelés vissza. Vissza, jó? Jó, na ez már jó. Erre kell visszavonulás. Jó, elindult a visszavonulás. Nagyon jó. Mindenki diszlájkolja az oldalt. Ha? Most kopogtatnak be egyébként a Zuckerberghez. Főnök, van itt valami. Valami, amit rohadtul nem értünk. Hirtelen felmennek 2000. Egy kis anomália. Hirtelen felmennek 2000, aztán visszavonulnak. Hagyjuk itt őket. Most ott kell őket hagyni. Ott kell őket hagyni. Nagyon jó. Lehet ilyen még visszatérek. Lehet egy-egy terminátoros mondat, de semmi ideológiai magyarázkodás. Semmi, hogy most visszatérünk azért, mert nem kell, ne lőjétek el. Búcsúzzatok el egy mondatban, és vonuljatok vissza. Jó? Nagyon köszönjetek el tőlük. Egy nagy klasszikussal, ahogy papa a Terminátor 5-ben elmondta, hogy visszatérek, de utáltam. És hagyjuk ott a Belizi Morning Show oldalt. Nézzük meg. Illetve ma megnézzük a YouTube-ra felrakott adást, hogy mit csinálnak a logóval. Mennyien vagyunk? Most már értenek a szóból, így van. Lejött 1500 ember? Ennyi. És az összes többi hallgatók is mind jön le folyamatosan. Mondjuk azért el tudjátok képzelni. Ül az IT is ott most is így nézi a Facebook oldalát, hirtelen nem mondja, mi rosszat csináltunk? Próbálja meg. Mi volt az előző adásban? Mit csináltunk mi, hogy hirtelen itt hagyott minket 1500 ember? Mondjuk az is azért tipikus, hogy nem jön le egyszerre az összes ember, akit megkértünk, hanem itt szépen lassan. Tehát ugye nézzük már, tehát, hogy képzeljük magunk elé, hogy ostromolsz egy várat, körbeveszik a seregek, és akkor oké, visszavonulunk. Én még nem. Én itt maradok. Én tovább ostromlom a várat. Szóval egy picit azért... Jönnek, már 5900-an vagyunk, szépen szállítózunk vissza. Hát jó, még egy-két portyázó sereg ott még azért leváltalan. Persze, most így nem fogjuk eltiporni az egótokat. Csináltok, amit akartak, de azért szépen lassan gyertek már haza. Szépen gyertek vissza, jó? Van néhány hallgatónk, aki ezzel nem ért egyet, és máshogy gondolja, de muszáj. Tehát honvédelmi miniszterünk kiadta a parancsot, erre a miniszter ámen mondott, úgyhogy egyszerűen vissza kell vonulni. De nem lehet, hogy egyszerűen csak az 5376 ember, aki még eddig nem hagyta el az oldalt, ők utóvédharcokat folytatnak, és fedezik a többieket, akik fedezik már a visszavonulókat, igen. Vonuljanak vissza a gyávák, én azt mondom, támadás! Igen, hallgatunk. Bali, a sereg már itthon van, csak az a 4000 technikai nem tudta ilyen gyorsan szétcsavarozni a sátrakat, meg elmozdulni a csetre. Az is igaz. Ati küldte nekik. Mossák a gulyáságyukat, igen, és pakolnak össze a markotányos nők. Igen. Néhány portyázó sereget hátra kéne hagyni a teljes összezavarás véget, és teljesen értelmetlen üzeneteket írni angolul. Le lehetne például nekik írni, hogy nagyon jó a fenekük. Írta nekünk egy hallgató. Pont a legjobb része jön az ostromnak, és vonuljunk vissza, én maradok még egy kicsit fosztogatni. Majd aztán megyek utánatok. Csá, egy ostromó. Egy nyert háború után nem szabad visszavonulni, gyarmatosítani kell, vagy legalább fogadjuk örökbe őket. Kis Deres küldte nekünk. Azt mondja, hogy kémeket nem hagytok, vagy beszivárgó terminátorokat, mindenkit hazahívtok? Kérdezi egy hallgató. Egyébként megnéztem a tegnapi adásukat YouTube-on, szenzációs, mert hogy oda is beírogattak már magyarok. Nagyon jó. Megtaláltam már a 7. a 6. vagy 7. adást. 6. adást, és már ott is megvan. Oké, jó az adás, de akkor is logótól vagytok. Írták nekik angolul. Ma itt kell megnézni. Ma szerintem olyan délben, vagy egy körül kezdenek majd. Megnézzük, hogy ott van-e a logó. A következő legyen a Kárász Robi, akivel ezt megcsinálhatná. Nagyon jó ötlet. A like növelés és vissza. Így van, és utána pedig vissza. És aztán vissza. És tőle mit kérünk? Semmit. Vele is elhitetjük, hogy szupersztár, és utána pedig eltűnünk az oldalról. Mert csak a beliziektől tudunk banánt kérni, de a Kárásztól... Hát... Nem kérünk tőle semmit, csak hogy egyszer mosolyogjon. Vagy két hét fizetés nélkülére menjen már. Igen, egyen már olyan mindig, hogy citrombarapot. Tábornokaim, elindultam haza. A Sebestyén Hasziendán találkozunk. Papesz kapitány írt ezt nekünk. Gyors jelentés a miniszterektől, mennyien vagyunk. Azt mondja, hogy kérem jelentsen. Kérlek szépen, illetve kegyelmes uram, jelentem olásat. Hogy halad a visszavonulás? Ebben a pillanatban azt mondja, hogy 5376. Már 211. Magyarázatot kérek a lassú visszavonulással. Nincs történt? A seregnél nincs mindenütt net. Ha lovakat fel kell nyergelni, az időbe telik. Valami elindult itt. Igen, nálam. A Sugar City Morning Show YouTube-a. Tegnapi YouTube adása. Érdemes megnézni a görbét.
ami a like számokat mutatja, ugye egy, hát meredek el lefele. Egy óriási letörés van benne. Valaki csak annyit itt. Megtaláltuk a banánföldet, maradunk. Nem, ha valaki nem engedelmeskedik, akkor rá úgy fogunk tekinteni, mint aki dezertált. Nem? Így van. Rájuk szörnyű valóság vár itt, ha egyszer megtaláljuk őket. Így van. Egy hónapig a Juventus kell hallgatni. Hát ennyire szörnyű valóságra nem gondoltam, de akkor legyen ez az Istenem, hogy lehetek ennyire kegyetlen. Nem gondoltam, hogy ilyen kemény vagy. De akkor legyen ez így. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.